Parti Arcok Podcast. Minden, ami a parton történik, azokkal, akikre a vízparton túl is kíváncsiak vagyunk. Sziasztok, ez a Parti Arcok Horgász Podcast 12. adása. Ehhez is elérkeztünk, én Pásztor Viktor vagyok, mellettem Sörös Álmos ül. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. És a 12. adás felvétele közben fogjuk elérni körülbelül az 5000. meghallgatást a podcast műsorokon, amiért rettenetesen hálásak vagyunk nektek. Reméljük, hogy a továbbiakban is ennyire fog tetszeni, amit csinálunk. Ha van észrevételetek az adásokkal kapcsolatban, akkor mindenképp írjatok nekünk, van e-mail címünk, az info@parti-arcok.hu, de megtaláltok minket a Facebookon, Instagramon, bárhol nyugodtan vegyétek fel velünk a kapcsolatot, jöhetnek visszajelzések, kritikák, és javaslatok témákra. A mai adásban vissza fogunk térni egy picit a féder horgászathoz, már rég foglalkoztunk kifejezetten a féderezéssel, viszont egy olyan témán keresztül fogjuk a féderezést egy picit kitárgyalni, amiről eddig még nem beszéltünk, ez pedig nem más, mint a versenyhorgászat, úgyhogy egy olyan vendéget hívtunk ma a stúdióba, aki azért szakavatott a versenyhorgászatban, régóta horgászik versenykörülmények között, és azért eredményeket is ért már el. Ő nem más, mint Peknyó Gerge, a Dovit csapatából, a Dovit kommunikációjáért és marketingért is felelős csapattag, illetve rengeteg féderes, illetve mindenféle módszeres YouTube videók készítője és szereplője, úgyhogy valószínűleg már nagyon sokan hallottátok és láttátok őt a YouTube-on. Szervusz Gergő, üdvözlünk itt a stúdióban. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Kezdjük talán ott, hogy nálad hogy kezdődött a peca? Mióta pecázolt igazából? Hát egyszer voltak a dinoszauruszok. Szóval nekem is ugyanúgy, mint másnak gyerekkorban kezdődött, ez egy gyermekkori szenvedély volt. De nem tudom most melyik részére vagy kíváncsi arra, hogy komolyan mikor kezdtem el vele foglalkozni. Hát egyáltalán, hogy kerültél a horgászat közelébe? A szerelem az már gyerekkorban kezdődött, ugyanúgy, mint bárki másnál. Aztán nekem is volt egy jó nagy kihagyás, hogy a tinédzser évek és a fiatal évek azok nem teltek intenzív horgászattal. Aztán egy nagyon szerencsés délutánon megalakítottam egy Facebook csoportot, egy féderezéssel, metódfédezéssel foglalkozó csoportot, és ez indította, én ide vezettem vissza, ez volt az a választópontja az életemnek, amikor elkezdtem a közösségépítéssel és a horgász közösség építésével foglalkozni, és valahogy ez így elindított egy olyan úton, aminek most vagyok benne a sűrűjébe, és ez a hozadéka annak, hogy egyszer otthon leültem a számítógéppel, és azt mondtam, hogy elkezdek közösségépítéssel foglalkozni, és ez a közösség magába szippantott, ebbe a közösségbe olyan emberek csatlakoztak, akik felfigyeltek a munkámra, a Jámbor Attila volt a legelső, aki ugye talán már volt ő is már volt nálunk vendég, már volt nálatok, és ő volt az, aki felfigyelt az én tevékenységem, és felkért, hogy nem lenne kedvem a Dovitnak blogolni, cikkelni, bármi, ami ezzel kapcsolatos, és hát gyakorlatilag ez volt az első olyan lépés, ami elindított ezen a pályám. Ugye ez hozzátartozik, hogy akkor én még egy hivatásos tűzoltó voltam, és ugye kvázi sok szabadidővel rendelkeztem, idézőjelbe, és ezt a szabadidőt rendszerint a horgászatra fordítottam, de akkor még nagyon gyerekcipőben járt a dolog, egy hobbipecás voltam, és nem is igazán érdekelt a versenyhorgászat, sőt, szent meggyőződésem volt, hogy a horgászat az nem a versenyzésről szól, hanem a kikapcsolódásról, a rekreációról és mindenről, ami ezzel kapcsolatos, ami jó. De ez az évek folyamán megváltozott, és rájöttem arra, hogy ezt a fajta munkát, tevékenységet, hogyha valaki egy reflektorfényben van, és horgászattal foglalkozik, közösségépítéssel, stb., akkor annak valamilyen módon meg kell magát mérettetnie, és hát én is ugyan, mint más, eljártam ezekre a hétvégi versenyekre, megéreztem ott az ízét ennek, az adrenalint és a küzdeni akarást. Na most nem akarom önmagamat, nem szeretném úgy beállítani, mint egy ilyen elvakult versenyhorgász, mert nálam ez egy ilyen kétlépcsős dolog, ugye sokféle versenyhorgász létezik. Vannak top versenyzők, akik gyakorlatilag nem foglalkoznak mással, csak és kizárólag a versenyzéssel, és azt mondom, hogy a hobbi pecára szinte nem is szakítanak időt, csak és kizárólag a versenyzés. Na most én nem ez vagyok. Én az a fajta horgász vagyok, aki ugyanúgy szeret kijárni reggeltől estig vagy délutánig, most ebben nem menjünk bele, horgászni, és valóban a természetközeliség, a víz szaga, szóval abszolút csak ez a pihentető peca, de ugyanakkor viszont a munkám része, hogy versenyekre is járjak, és ez nálam így megoszlik. Országos bajnokságokon rendre elindulok, továbbra is járok ezekre a rossz nyelvek pörköltevő versenynek hívják. Én nem tartom annak, én hiszek ezeknek a versenyeknek is a szükségességében. Az az igazság, hogy a saját termékeinket, főleg a jelen
kor nagy divatjának, a metódfédelezésnek a termékeit. Ezeken a versenyeken nagyon jól lehet mérni és megmérettetni, és egy feltöltött pályán igenis sokat tapasztalunk azáltal, hogy ezeken a versenyeken milyen eredményeket tudunk elérni, és ez inkább a termékfejlesztésnek a dolga, viszont a profi versenyzés, ugye nevezzük profi versenyzésnek, hogy az országos bajnokság az sokkal inkább ott már a szúnyogról, meg egy csomó olyan dologról szól, amit a hétköznapi horgászok nem igazán használnak. És ez egy olyan szegmens a versenyzésnek, ami már nem feltétlenül a termékekről szól, hanem ott inkább már a versenyzőnek a gyorsaságára van szükség, a tapasztalatára, a higgadtságára. Ugye ezt nem lehet egy jó etetőanyaggal kiváltani. Most legyünk őszinték, hogyha egy ilyen most ha visszakanyarodok a pörköltevő versenyekhez, nyilván csak viccesen mondom, mert én nem annak tartom, ott nagyon nagy szerep jut a termékeknek. Szóval egy jó helyhúzással, egy kicsit jobb termékkel, egy kicsit összetettebb etetőanyaggal vagy csalival, némi szerencsével tudunk jobbak lenni, kevesebb tudással is. Na most ez egy országos bajnokságon ezt nem lehet meglépni. Ott abszolút a versenyzőre van szükség. Most nem kell messzebb menni, hát nézd meg, kik vannak állandóan top mezőnyben. Kik a top versenyzők, ugye mindenki ismeri a neveket, Walter Tamás, Döme Gábor, sorolhatnék még egy jó pár nevet, Sivák Mátyás. Ezek az emberek nem azért ők a top 10 vagy top 20, mert jó az etetőanyag, ők azok, akik ők ezt csinálják, ezt tudják, és csak ezzel foglalkoznak, úgyhogy ezt nem lehet a kettőt összehasonlítani. Nagyon sokan összekeverik ezt a fajta versenyzést, és azt sem szeretem, hogyha valaki a kvázi pörköltevőkön elért eredményeit összemossa mondjuk ezekkel az eredményekkel. Lehet nekem otthon a szekrényen 50 kupám, lehet, hogy a másiknak csak 5 van, de az 5 az egy teljesen más jellegű. Szóval ezt tudni kell a helyén kezelni. És ez a horgászon, a horgásznak a intelligenciája múlik. Hát persze, meg a környezete, hogy mennyire tolja őt előre, vagy húzza vissza. Igen. De akkor ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen úgymond egyszerűbb versenyre, tehát nem egy OB-ra, hanem egy ilyen pörköltevő, most nevezzük mi, de nevezzük most mondjuk már ezek ilyen helyi egyszerű versenyek, vagy ilyen nevezéses versenyek. Ebben is vannak kategóriák. Szóval igen, egy versenyt én úgy gondolom, hogy mindig a résztvevők. Bocs, akkor egy picit el tud nekünk mondani, hogy hogy épül fel a magyar versenyhorgászat szerkezetileg nagyjából? Tehát, hogy min a legegyszerűbb elindulni, és aztán gondolom a teteje az OB Magyarországon, igen. És aztán meg van EB, meg VB. Igen. De hogy akkor ez, mik a legegyszerűbb versenyek, és akkor hogyan működik ez fölfelé? Én úgy gondolom, hogy mindenki helyi szinten kezd versenyezni. Én is így kezdtem. Nyilván az ember van egy tó a város szélén, vagy a falu szélén, és akkor ott csinálnak egy május 1-i kupát. Így van. Mindenkinek a lakóhelyhez közel van egy versenyzői közösség, mint ahogy nekem is volt, ahol én elindultam, elkezdtem versenyt. Az ember itt inkább tapasztalatokat és önbizalmat tud szerezni, ez arra jó, hogy megérezze azt, hogy milyen időre horgászni, megérezze azt, hogy milyen, amikor egy kicsit tétje van a dolognak, és ami a fő az, hogy a saját hibáit itt tudja legjobban felismerni. Szóval én magam is mentem már ki úgy versenyre, hogy ó, hát én mindent tudok, és akkor most majd én megmutatom, és nagyon csúnyán elvertek, és hogyha az ember erre hajlandó, akkor magában is azt mondja, hogy hoppá, hát ez mégse úgy van, hogy én gondoltam, és itt tud elkezdeni a fejlődéssel foglalkozni, hogy ő valóban akar fejlődni, vagy megelégszik azzal, hogy most akkor kimegyek mindig ugyanabba a közösségbe, ugyanazok az emberek, minden ugyanaz, hát jóformán néha már nem is gondolkodunk, most ha látom, kik vannak a szektorom, és akkor nagyjából már tudom előre, hogy hányadik lehetek. Szóval, és itt, amikor elveszti az ember a motivációt, akkor ezt nehezebb csinálni, és igazából már a közönség sem úgy fogadja. Ezt nagyon egyszerű visszakeresni egyébként, hogy mi is rendre megjelentetjük a Facebookon és egyéb ilyen közösségi médiákban az eredményeinket, és azért jól lehet látni, hogy ha mondjuk huzamosabb ideig valaki mindig ugyanott nyer, az egy idő után már érdektelenné válik, nem nagyon érdekli az embereket, és ilyenkor muszáj tovább lépni. És azt hiszem 2017-ben indultam az első országos bajnokságomon, és hát én is ilyen reszketve, ilyen úristen, mi lesz ebből most is van, vagy nagyon nagyot fogok itt zakózni, és akkor majd magyarázkodhatok. Ott mennyi induló van? Amikor én elindultam az első metód országos bajnokságon, ez Nagybajonban volt, és ilyen tök vakon mentem le, szóval betettem valamit az autóba, és mondom, hát talán jó lesz. Hát azt hiszem akkor 79-en indultunk, és hát ez egy más rendszer volt, mert akkor nem volt akkora őrület a metódféderes versenyek körül. Hát most már, ha jól tudom, már 406 jelentkező volt idén aztán az országos bajnokságra. Ez volt azt hiszem a második OB volt, és akkor csak 70-en. Akkor lementünk egy hétvégén Nagybajon, és akkor az volt a verseny. Szóval nem volt selejtező, nem volt középdöntő, nem volt semmi, hanem egyszerűen csak lementünk, volt egy OB, amit elértél. Egy nap kész? Három forduló volt, ugye az országos versenyek, akkor még három fordulósok voltak, most már 4. Aha. Ugye ez a több forduló gyakorlatilag a szerencse faktort próbálják kizárni, mert aki jó, az 4 napon keresztül is jó, és hogyha be is csúszik neki valami, azt tudja... Kompenzálhatja, igen. Na most sokan
Most ezt valaki vagy tudja vállalni, vagy nem, ugye ezt nem kell mondanom, ez egy borzasztó költséges dolog. Bocs, még annyi eszembe jutott az előbb, hogy a 406 induló volt most, ha jól emlékszel, igen. Hogy mi a kritérium annak, hogy valaki az OB-n elindulhasson. Nincsen kritérium. Tehát én most kitalálom, jövőre lesz, vagy nem tudom, idén, nem tudom, bármikor, és mehetek. Bocsánat, van egy ilyen bürokratikus kritérium, hogy állami horgászjegy, versenyzői engedély, stb. A versenyzői engedély az például akkor egy ilyen valami. Azt te is kiválthatod bármikor. Nem kell hozzá semmi. Aha. Ennek gyakorlatilag van egy díja, uh-huh. És azt tudnod kell, hogy ez a díj, ez a versenysportnak a támogatására megy. Ez egy jelképes összeg. Aha. Én, ha jól emlékszem, nem akarok butaságot mondani, és senki ne nevessen, talán 3 vagy 4 ezer forintos összegről beszélünk, amiért kapsz egy versenyzői licenszet, amivel te tudsz nevezni országos bajnokságokra. Én azt gondolom, hogy muszáj egy ilyen, valamiféle ilyen regisztrációra szükség van, hogy most ne telefonálgatva, meg hát most értem, mire gondolok. Persze, hogy... meg hát eleve ugye azért ez egy szervezést igényel, hát nyilván annak díja, vagy hát annak költsége van annak a szervezésnek, hát legalább azt valamilyen módon Én azt gondolom, volt egy ellenállás ezzel kapcsolatban, amikor ezt bevezették, de azt gondolom, ez egy annyira jelképes, és egy annyira persze. Megugorható dolog, hogy ha valaki komolyan versenyzéssel akar foglalkozni, akkor ez nem lehet akadály. Hát egy versenyzőnek a teljes költségére vetítve az a 3-4 ezer, de legyen 10 ezer forint, akkor is. De nem, még 5 ezer sincs. Nem jelenhet meg. Tehát, hogy... Én nem akarok most ez mellett kardoskodni. Persze. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amivel nem szabad foglalkozni. A buszra is kell bérletet venni, és most a legtriviálisabb dolgot, hogyha említem. Visszakanyag, ez egy hatalmas költség, és a metód még nem is annyira. Ugye itt inkább a finom szerelékes féder, ugye nevezzük így, amikor a hosszú előkével vagyunk. Aha. Na, az már egy költséges dolog, ott az élő anyagot, itt több 10 000 forintokról beszélünk, és azt most a versenynapot, meg az edzésnapokat is egy héten keresztül, most nem szeretnék számokat mondani, ez egy költséges dolog, ezt valaki vagy vállalja, vagy nem. De most az érzékeltő is, hogy a hosszú előkés féder bajnokságokon kevesebb az induló, nem feltétlenül a költségek miatt, mert hozzáteszem azt, hogy az utóbbi években ez is egy hatalmas fejlődésen ment keresztül, és ugye nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy főleg amióta a magyar válogatott világbajnok, és világbajnok ezüstérmes, és hát nagyon igen. Sok jó eredmény van, nagyon-nagyon sokat tett ahhoz hozzá ez a fajta nemzetközi szereplés, ami fölbátorította az embereket arra, hogy igenis elinduljanak ezeken a bajnokságokon, többek között engem is. Szóval ezt a 10 éve valaki azt mondja nekem, hogy én le fogok ülni a világ legjobb horgászaival versenyezni, kinevettem volna. És mégis valahogy így jön, az ember mással lát az interneten, nagyon korrekt versenybeszámolók vannak, stb. És minél többet látod, annál inkább elhiszed, hogy te magad is képes vagy. És a versenyhorgászat, és hogyha most megérkeztünk ide, kibonthatjuk, hogy kinek mit jelent. Számomra nem a trófeák gyűjtögetését jelenti. Ugye az elején azt mondtam, hogy kötelességemnek érzem, de aztán az évek folyamán, hogy kialakult bennem egy ilyen egészséges versenyszellem, és én nagyon szeretek versenyezni, nagyon szeretek fair módon versenyezni. Ha volt jó eredményem, arról is beszámoltam, és a rosszat szintén fölvállaltam. Én úgy gondolom, ez a hitelességnek az alapja. Szóval azt nem szeretem én sem, amikor valaki csak a sikert, és én vagyok a legjobb, és amikor meg nem sikerült, akkor mintha ott se lettem volna. Én azt gondolom, hogy ez a fair play alapja, és talán, hogyha vannak követőim és szeretnek, akkor talán az egyik olyan dolog, amiért mindig sikerült az emberek megbecsülését, a követőim megbecsülését kivívni, hogy mindig fölvállaltam, és mindig éreztem, hogy nagyon sok olyan konkrét esemény volt, hogy valami nem sikerült, és akkor föltettem, és akkor kaptam a vizeket, hogy jaj, Gergő, hát ez igen, ezt így kell, és akkor utána, amikor sikerült valami, akkor mindig éreztem, hogy az emberek ugyanúgy velem örültek, hogy sikerült ezt a csorbát kiköszörülni, és ezt így meghagytam magamnak, és azt mondtam, hogy ebből soha nem fogok engedni. Ugye most már elmondhatom magamról, hogy van egy csapatbajnoki bronzérmünk országos bajnokságon, ami tavaly gyakorlatilag csodaszámba ment, ugye akkor Dovid Féder tímmel egy olyan eredményt sikerült elérni csapatmunkával, amire nagyon kevesen számítottak, és egy nagyon hát komoly hírértéke volt, hogy a Dovid megérkezett, de ugye akkor még sokan nem hittek ebbe, azt mondták, hogy kijött, stb. De azt tudni kell, hogy azért ez sem véletlen volt, hanem ugye nemrég csatlakozott hozzánk Gyulai Ferenc, aki egy kétszeres magyar bajnok, és ő készítette fel a csapatot. Úgy is mondhatnám, hogy megtanított minket versenyezni. Szóval horgászni mi tudtunk. Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy van a versenyhorgászat, meg van a hobbi horgászat, és hogy amennyire tudom, azért itt óriási különbség van hatalmas. A kettő között. Hogy egy picit tudnál arról mesélni, hogy miben más a versenyhorgászat? Mi az, amit megtanított nektek a Gyulai Ferenc? Nyilván nem a konkrét taktikára gondolok. Nem is feltételeztem, hogy erre vagy kíváncsi, és most nyilván nem erről szól. Ha legjobban össze akarom foglalni, akkor az az, hogy az idő.
Szóval amíg egy hétköznapi horgász nem foglalkozik az eltelt idővel, míg azt a halat megfogja egy versenyhorgásznak, és ezt a Ferinek a szavai, ez egy fülembe maradt, még élek, hogy minden másodpercet arra fordít, hogy minél hamarabb megfogja a halat. Itt most ez az előkék előkészítésétől a kézmos, most ez most hülyén fog hangzani, a kézmosó edénynek jelentősége van, hogy az hol van. Aha. Hogy nem mindegy az, hogy én most lekeszeljek a ládáról a kezemet megmosni, mert tiszta kézre van ahhoz szükség, hogy azt a szúnyogot azt oda föltetem. Szóval annyi apróságról beszélünk, és mégis ezek ilyen jelentéktelenek tűnő apróságok. De most, hogyha megnézed, akik nyernek, mondjuk egy számot fognak 10 kilót, a többi meg 7-et, meg 8-at. Ők is tudnak horgászni, persze, csak nem olyan gyorsak, nem olyan felkészültek, vagy kevésbé felkészültek, és ez az eredményen is megmutatkozik. Tehát itt már gyakorlatilag inkább a technikáról van szó, abszolút, mint a etetőanyag, ahogy mondtad, vagy nem tudom. Tehát itt már nem az számít feltétlenül. Alapvetően egyébként. Mert hogy az mindenkinek jó, gondolom. Tehát aki már ott elindul, annak a felszerelés az rendben van. Ez tényleg egy annyira összetett dolog egyébként, hogy most mennyit számít az etetőanyag, mennyit nem. Itt etetőanyag és etetőanyag között is hatalmas különbségek vannak, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, én továbbra sem tartom magam top versenyzőnek. Jó, viszont annyival többet tudok másoknál, hogy tudom, mibe kéne önmagamnak is fejlődni. De ez nem megy egyik pillanatra a másik, ez nem úgy van, hogy most akkor leülök, és akkor gyorsabban szúrom a szúnyogot, mert ahhoz kell egy kézügyesség, egy kézfinomság, hogy az a szúnyog ne durranjon ki, és hidd el nekem, hogy egyáltalán mindegy, hogy egy kidurrant szúnyogot dobsz be a vízbe, vagy egy szúnyogot. És az a kéz, az a, hogy nincs benne az a remegés, hanem a stabilitása, ez hosszú évek munkája, és ha jól megnézed, például most volt a utánpotlás világbajnokság. Hát igen, a magyarok tönkreverték a világot. Így van, ezúton is gratulálunk a teljes csapatnak. Így van, én is így ragadnám meg az alkalmat. És hát nyilvánvalóan ezek a srácok egy olyan felkészült csapat, ők egy teljesen más fejjel gondolkodnak. Szóval az én gyerekkoromban elmentünk egy tóra, és csoda volt, ha fogtunk egy pontot. És szaladtunk el haza, és mutogattuk a szomszédnak, hogy úgy nézd meg, és mondták, hogy milyen ügyesek vagyunk. Ezek a srácok már óvodás koruk óta, ugye már akkor volt YouTube, igen, meg Facebook, és ők abban nőttek föl, teljesen másképp látnak, teljesen másképp gondolkodnak, ösztönösen horgásznak. Százszor idegeskedek valamit, és ő nem is érte, hogy most mi a baj, hát miért nem fogtál még halat? Családomban is épp pont a lányom udvarlója, hogy a Bodzsár Norbi épp most idén negyedik lett az országos bajnokságon, éppen vele múlt héten forgattam egy filmet, és most visszanéztem ezt a filmet, és érdekes, hogy amikor forgattunk, ezt nem is láttam, hanem a magán az elkészült alkotásról láttam, hogy nem úgy horgászik, mint én. Minden mozdulat egy versenyhorgász. Ahogy fáraszta, hogy a halat fogja, hogy ők versenyzésre születtek. Szóval mi hozzájuk képest, most nyilván nagy általánosságban, mi pecások vagyunk. Ezt szintén a Ferikének azt imádom, hogy megtudom, hogy zabálni, hogy te pecás vagy, és Feri, nem vagyok pecás. És úgy tudjuk egymást, mindig ki szoktam vele borítani, most már kicsit már akkor szakítsunk felikérések is időt, mert van köztünk egy ilyen macskaegér játék, aha, egy ilyen adok-kapok, hogy mindig mondanak, de Feri, hát a pontja hal, és nem a pontja, keszeg, és mert egy hülye versenyhorgász. A Feri egy olyan horgász, aki kizárólag a versenyzéssel, és volt idő, mikor a nemzetközi versenyzéssel foglalkozott. Ezek már olyan szintek, hogy nem tudom, hogy én valaha meg fogok-e odaérkezni, szerintem nem. De egyébként ennek az is az oka, nem, hogy például olyan, mint most én elkezdenék most focizni 30 évesen, sose lennék olyan, mint aki 8 éves kora óta arra készül, hogy ő profi focista legyen. Pontosan. Tehát, hogy azokat az éveket, amikor az ember igazából még fejlődik, főleg kamaszkorban, tehát amikor minden úgy alakul az embernek, amit éppen csinál, tehát nem véletlenül lesz az, hogy vízilabdások 2 méteresek, vékony a lábuk, vastag a hátuk. Pontosan, nagyon jó. Kosarasok, vékonyak, focisták azok, egyéb más alakjuk van, iszonyatos lábaik van. Ezek így alakul, és nyilván egy horgásznál is. Én itt azt gondolom, hogy itt, amit te mondtál, hogy másképp viselkednek, tehát itt akár idegpályák meg. Tehát pontosan, a horgászatban, hogyha én fáradt vagyok, és elmegyünk féderezni, vagy bármi, nehogy Isten, előző este volt valami kis megmozdulás, én reggelente, én alig bírok szereléket csinálni, mert ügyetlen vagyok, nyűgös vagyok, és ez nem megy. És lehet, hogy egy ilyen versenyhorgásznál már akkor ezek szerint sokkal jobban felkészültek erre a szempontból, sokkal ügyesebbek. Ehhez kapcsolódom még egy dolgot akartam kérdezni, mielőtt visszamegyünk, mert nagyon sok mindent mondasz, és nagyon sok kérdésem van, csak én megragadom az alkalmat gyorsan kérdezni, hogy ez a szúnyogozás, ez mi? Én ezt nem tudom, hogy mi ez a szúnyogozás. Tehát, hogy szúnyogot húztak a horogra, vagy ezt hogy kell képzelni? Igen. Országos bajnokságokon, hogyha egyetlen csalit ki kéne emelnem, hogy
mindenkinél van az a tűző szúnyog, az a minden, uh-huh. az az Isten. Ez gyakorlatilag a szúnyog lárvája, ugye? Igen. Aha. Igen, van az etető szúnyog, meg egy sokkal uh-huh. kisebb valamint az etetőanyagban, azt is van a tűző szúnyog, ami egy nagyobb, és a tűző szúnyog az minden halnak az alapvető tápláléka. Ugye, akár békés halakról beszélünk, uh-huh. a keszeg, a kárász, ugye a minden tóba, javarészt minden tóba, vagy folyóba ezek a szúnyogtelepek fellelhetők, ugye ivadékként ezen nőnek föl, ez a természetes táplálékuk is, és hogyha úgy szoktuk mondani, hogy ha már szúnyoggal nem tudunk halat venni, akkor semmivel. Uh-huh. Szóval a szúnyog az mindenki ott van, és igazából a szúnyognak a kezelésén nagyon-nagyon sok múlik egy versenyen, hogy kezeled a szúnyogot, erre különböző praktikák vannak, ezt is tanulni kell. Most mi légycsapóval, meg szúnyogriasztóval. Igen, de... igen. Ez a tárolása nem mindegy, hogy ezt mennyire tartod tisztán, hogy most előmondtam, a kézmosás sem véletlen, nem mindegy, hogy koszos kézzel nyúlok, ezek a szúnyogok, ezek rendkívül érzékenyek, szóval a legkisebb szennyeződést elpusztulnak nagyon hamar, és nem mindegy az, hogy délután 2-kor is van még friss szúnyogom, vagy 10-kor elfogyott, és nyúlhatok a csontkukachoz, ami nem mindig jó. És egyébként annak mekkora köze van hozzá, hogy a helyi vízbe kell, ezeket a vízbe tárolod, ezeket a szúnyogokat, vagy egy kis dobozban, mint a csontit? Alapvetően vízben tároljuk, de erre is van már többféle alternatíva, ki ebbe hisz, ki abba. Én azt gondolom, hogy egy mezőnek a jelentős része vízben tárolja, és ennek a víznek a minősége sem mindegy, de ebben most nem ennyi. Hát igen. Egyáltalán hogy lehet ilyen szúnyogot tenyészt? Tehát, hogy ez hogy van? Ez csak venni lehet. Hát az oké, de hogy ezt ipari szinten gondolom valakik csinálják ezeknek a versenyzőknek, meg hát azoknak a horgászoknak, akik ilyet használnak. Ezt hogy csinál, hogy készítik? Te tenyésztik? Nem tenyésztik, hanem szedik, és életben tartják. Azt, természetes helyekről szedik, és amúgy még külföldről szokták ezt ugye behozni Magyarországra. Aha. Itt is ugye ez is megoszlik, ugye van, aki a külföldiben hisz, van, aki a magyarban, de van különbség, de tényleg így. Ha most így a kettő itt lenne nálam, és ugye nem rádióznánk, hanem ez egy filmfelvételen, meg tudnám mutatni a különbséget. Aha. Tehát ránézésre is. Egyáltalán nem mindegy az, hogy mondjuk egy friss szúnyogot szednek múlt héten, vagy két nappal ezelőtt a szedőhely, ez egy tök titkos helyek, szóval ezt senki nem tudja megmondani, hogy hol van. De figyelj, ezt a versenyző magának intézi? Vannak ilyen szúnyog dílerek, vagy ezt lehet venni kereskedelmi formában? Hát nem, az nem kell csúnya szavakat, nem, nagyon kedves úrja. Egyébként egy-két ember foglalkozik ezzel országos szinten. De ilyen üzleti szempontból. Igen, igen. Vannak beszerzők, vannak, akik kifejezetten ezzel foglalkozik, de nyilván nem ebből fognak meggazdagodni, mert ez egy olyan szezonális igen, valami, igen, hogy örülünk, ha valaki ezzel foglalkozik, és hát ilyenkor az meg van terhelve rendesen, mert azért én szoktam látni, ezt úgy képzeljétek el egyébként, hogy van egy verseny, és akkor megérkezik ez a valaki az autójával, és akkor olyan lista alapján osztja ki, hogy ki mennyit rendelt. Azért ezt nem egyszerű koordinálni logisztikailag, hogy most kinek mennyi szúnyog kell, meg hogy én nem csinálnám, szóval. És ezeket azért életben tartani, stb. Nagyon-nagyon kényesek. És ők rendre általában ezt leadjuk ezeket a rendeléseket egy bizonyos személynél, és akkor tudjuk azt, hogy ők rendre megjelennek a pályán X napokon, nem úgy, hogy egyszerre megveszünk az egészet, hanem így pár naponta lejön, és akkor mindig próbálunk minél frissebbet venni. És nem mindegy az, hogy mondjuk Ukrajnából, vagy nem tudom honnan hozzák ezeket, és akkor az olyan, amilyen, mert mire ott kiszedik, meg letárolják, meg eljut idáig, most nyilván nem szedik és egyből küldik mondjuk Szegedre, hanem az ott áll valahol, de amit mondjuk itt Magyarországon szednek, az mindig érezik a különbséget, az a frissebb, az a jobb, nagyjából ennyi. Érdekes lehet, egyszer egyébként megnézném, elmennék velük, hogy ezt hogy csinálják. Szerintem nem engednék meg, hogy ezek olyan titkos dolgok. Bekötött szemmel tudod elviszni. Egyébként nem hiszem, hogy ennek, itt nem a haszonszerzés elsősorban. Nem, amúgy engem sem az érdekel, a technológia, tehát hogy ez... Nagyon egyszerű technikával szedik egyébként. Egy lepkehálót képzelj el, és az belehúzza az iszabba. Egy kőkemény fizikai munka, én már láttam. Egy iszabba? Iszabba. Ja, hogy ez víz alatt az iszabból szedik, és akkor az iszapot, hát most nagyon remélem, hogy nem mondok butaságot, de szent meggyőződésem, hogy így csinálják. Van egy ilyen hosszú háló, és akkor az belehúzzák az iszapba, amit mondtam, ez egy kőkemény fizikai munka, és azt az iszapot kimossák, és a szúnyog benne marad a hálóban, hát nem csinálnám, szóval. Hát azért az... Egy kőkemény fizikai munka. És főleg gondolom, nem tudom, hogy egy ilyen versenyre, ilyenkor gramokba, vagy kilóba, vagy hogy rendelitek ezt? Hát általában ugye, ilyen űrméretre. Liter, deci, megoszlik. A gilisztát az például kilóra. Ez megoszlik. De azok már ilyen tenyésztett giliszta. Igen, általában a versenyek a dendró nevezetű giliszta érkezik. Ugye a gilisztákban is van a földi, trágya, iszap, stb. Ez a dendró, ez egy ilyen tenyésztett giliszta, amit ugye nagy üzemileg tenyésztenek, és általában ezt használja mindenki. Aztán, hogy most valaki most így hozzáteszi a saját kis trágya gilisztát, abba hisz, csalizni, stb. De a giliszta az is egy szörnyű.
talán az egyik legköltségesebb dolog a giliszta. Most nem szeretném az árát kimondani, ez szerintem mindegy, lényegtelen. Szerintem a legtöbb hallgató vett már amúgy ilyen kis tégelyben giliszta. Igen. Gondolom ez kilószámra egy picit máshogy néz. Teljesen más, és rengeteg dolog van azzal is egyébként, hogy jó minőségű giliszta legyen belőle. És egyébként ezeket mondtad, hogy ez a hosszú előkés féder bajnokság, hogy ez a metodhoz képest ebben különbözik, hogy itt mindig élőcsalit használtok, vagy mi a kettő között a különbség? Nem feltétlenül egyébként, mert vannak olyan versenyek, mint most, ha mondjuk csak Szegedet említem, ahol jóformán csak kukoricára van szükség. Ez mindig a helyi adottságoknak megfelelő. Ugye vannak olyan vizek, ahol full limittel megyünk, mi úgy hívjuk a full limitet, hogy van a szabályrendszerben van, hogy be lehet vinni ennyi és annyi szúnyogot, ennyi és annyi gilisztát és csontit és stb. És ugye olyan a pálya adottsága, hogyha mondjuk több halfajból tevődik össze, mondjuk van benne törpeharcsa, van benne kárász, van benne ilyen-olyan keszeg, akkor nem mehetek be úgy, hogy nem viszek be magammal mindent, hogy egy adott szituációra reagáljak. De Szegeden mondjuk megengedhetem magamnak, hogy kockáztatok, és azt mondom, hogy nem foglalkozok az apró hallal, hanem beviszek magammal 10 liter kukoricát, és fölteszem a versenyem arra, hogy én csak pontyot fog fogni. Azt vagy sikerül, vagy nem, de megtehetem. De mondjuk ezt mondjuk egy velencei pályán lemegyek 10 liter kukoricával, akkor pontot fogok szotyizni egész nap, mert jó esélye nem fogok semmit. Főleg mostanában. Hát igen, sajnos. Ha jól értem, akkor bármilyen élő csalival lehet csalizni, de nem használhattok waftert, pop-upot, tehát ilyen... Hosszú lökés verseny. Aha. Nem, ott szigorúan tilos. Minden, ami mesterséges, azt nem lehet használni. Yes, már az etetőanyagban sem. Nem lehet pelleteket beletenni, nem lehet semmiféle olyan dolgot beletenni, ami nem természetes alapú. Ugye nyilvánvalóan tehát az etetőanyag... Tehát ilyen TTX, meg ilyesmi. Igen, szóval nyilván most nem analizálják az etetőanyagot, hogy most van-e benne bármi, ami olyan, de ami nyilvánvalóan mesterséges, azt nem tehetem. Na most aztán mindenkinek a saját lelkiismerete, hogy mit darál bele, meg mit nem jellemző ez. Meg hát gondolom nem is tudna akkora előnyhöz jutni vele. Mi az etetőanyagnak nem tulajdonítunk akkora jelentőséget, mint a sokan gondolják, főleg a keszeges versenyekben, ami azért általában a versenyek zömét kiteszi, hogy a keszeg a fő hal, hogy sokkal inkább a föld, a horgászföldek és annak a helyes felhasználása dönt. Szóval nagyon sokan el vannak tévedve, hogy a keszegre a kaja. Nyilvánvalóan beteszünk reggel egy alapot, meg rá szoktunk etetni, de jellemzően földekkel horgászunk, és ebben most nem szeretnék... Mármit földet? Horgász földekkel. Én láttam már videókban, de Léci, mesélj erről egy kicsit, hogy ez hogy működik. Próbáltam ezt a témát elkerülni, de beleestem a saját csodám, felhoztam. Miért föld? Igen. Mert a föld egy olyan semleges anyag, amiben a gilisztát és a szúnyoglárvát úgy tudom tárolni és felkínálni, hogy tulajdonképpen nem pusztul el benne. És van ténylegesen föld még mielőtt bármi más. Tehát, itt most löszről beszélünk, agyagról beszélünk, tőzegről beszélünk, szóval ne úgy képzeld el, hogy most ilyen ásott nem, akkor... hanem itt szigorúan földekről, horgászföldekről beszélünk. Egyébként ez nem mondtál feltétlenül butaságot, mert nagyon sok. Mondjuk a tóparton ott vakontúrást szoktak használni. Ez jó lát van dolgozva. Igen, nem feltétlenül jó mindenhova, de tud olyan helyzet lenni, hogy hát, hogyha földeket szeretném csoportosítani, és ezért nem akartam belemenni, mert ebből szarul. Csak belementünk. Ebből vacakul fogok kijönni. Ugye van, amikor a földnek a füstölő képességére van szükség, van, amikor a fajsúlyára, van, amikor a színére. Ugye ez egy nagyon összetett dolog, és én azért nem szeretnék ebbe különösen belemenni. A lényeg annyi, hogy általában a keszekféléknek a keszekfajták határozzák meg, hogy milyen földet használ, és az, hogy ezek a keszekfélék hol esznek. Mert nem mindegy, hogy egy lösszel vagy löszös anyaggal víz közt horgászom, vagy pedig egy nehéz földdel a mederfenéken. Egy nagyon egyszerű példát mondok, amikor sneciktől hemzseg a víz, akkor nehéz földeket használunk, hogy a szúnyogot minél gyorsabban lejuttassa a mederfenékre. Ott, ha egy laza szerkezetű löszt használnék, akkor az víz közt már bontana, és akkor a snecik rávetik magukat a kiáramló szúnyoglárvákra. Ezért nem szeretnék most ebbe belemenni. És a földet azt gondolom az etetőkosárban használtok. Pontosan. A hosszú előkés pecánál hogy tudsz a víz közt horgászni? Mivel emeled meg a horgodat? A víz közti horgászat ez egy érdekes dolog. Én személy szerint nagyon szeretek víz közt horgászni. Nem csak a keszegre, hanem pontyra is. A bányatavakon én rendre már videót is. Most nagyon kíváncsi rá, hogy kell. Már próbálkozott, de még eddig a Fishing and Huntingon most fut az aktuális filmünk, ami pont víz közt horgászom. A hallgatóknak is mondjuk, hogy nézzék meg. Igen, szóval a vízközti horgászat általában a nyári időszakra jellemző, mikor ugye a halak ugye most oxigén hiány, az oxigén vagy a fényviszonyok miatt vízközt tartózkodnak. Van, amikor a csalit emeljük meg egy lebegő valamivel, vagy pedig van egy olyan, hogy behulló horgászat, mi úgy hívjuk, és ezt én nagyon szeretem, amikor tulajdonképpen egy hosszú előkével
nagyon gyorsan dobunk újra és újra és újra, és nem akarom, hogy lebegjen a csalim folyamatosan, hanem amikor becsobban a kosaram, akkor a kosárból, a lazár töltött kosárból már a víz felső rétegében kioldódik, amit beletettem, és az hullik le. Na most minél hosszabb az előkém, az annál lassabban süllyed le egyfajta ilyen természetes mozgással. Tulajdonképpen teljesen beleolvad a kosárból kihulló szemcsék tömegébe, és a hal nem tudja azonosítani. És ezt úgy hívjuk, hogy behulló horgászat, és de ez kell egy halmennyiség, kell egy vízmélység, ez sem működik mindenhol, ezt fel kell tudni ismerni. Ezt jellemzően egyébként a mélyvízi pályákon szokták alkalmazni. Bányatavak. Nem feltétlenül. Most igen, lehet bányatavakról is beszélgethetünk, de amúgy sima, standard, keszeges vizeken is van, hogy mondjuk egy 3 méteres víz van, ott már általában rá szoktunk próbálni. Mert a dévérkeszek, főleg, hogyha dévérkeszekre horgászunk, nagyon szeret fölállni víz közé. Vagy pedig Debrecenben, ahol bronzérmet sikerült a csapatnak elérni, például ott is egy ilyen technikával sikerült jobban fognunk másoknál, és ott például karikakeszeg volt a fő hal, és rájöttünk arra, hogy víz közt jobban meg tudjuk fogni. És ott is egy ilyen behulló horgászatot. Sokan, nagyon sokan csinálták ezt, van, aki több, van, aki kevesebb sikerrel, nekünk ott nagyon jó kijött a dolog, tehát ez megfelelő horgot meg kell találni, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen nehéz ez a horog. Szóval nem mindegy, hogy egy vastaghúsú nagy kampó, és hogy zsutty így lemegy a víz, persze. Vagy pedig egy ilyen egy kis felhajtóerő, minél kisebb felhajtóerő horgot használok, ami majdnem, hogy megáll víz közt. Ilyenkor milyen kosarat használta? Hát ez is most a víz közti például. Hát ilyen behullónál, mert csak arra gondolok, hogy ha felraksz egy ilyen flat method kosarat, akkor az úgy le fogja rántani. Metod kosarat nem lehet használni ezekben. Ja, hogy nem is lehet. Csak és kizárólag körkosarakat, műtyűkör, rondkosarakat lehet használni. A hosszú ölők és peccána, ott nem lehet bordás, és nem lehet inline a kosár. Az azt jelenti, hogy a kosár értem, maga a főzsinóron nem csúszhat, hanem egy ilyen oldalkapcsos megoldása van rajta. A vízközti horgászatnál azért nagyon fontos a kosárnak a lukbősége, ugye a rács szerkezete, mert egyáltalán nem mindegy az, hogy egy ritka rácsos kosárból mennyire gyorsan csapódik ki, vagy ha sűrű, akkor leviszi magába. Például amikor van ennek az ellentétje, amikor mederfenékre horgásznak, extrém esetben zárt kosarakat használnak, hogy majdnem, hogy egy ilyen cső. Aha, igen, hogy csak és kizárólag a mederfenéken oldódjon. Azt néztem, a gurunak van olyan, mondjuk az ilyen csonti kosár, azt hiszem, igen. Hogy mind a két végén zárt, csak egy kis ablak van rajta gyakorlatilag, ahol ki tudnak mászni kvázi a csontik, tök érdekes. De akkor értem körkosár, és akkor abból viszont ugye tudtok ti akár ilyen nagyon könnyűt, ami lassan hullik le, csak az etetőkaja, amíg benne van, addig nehéz, de aztán meg már nem húzza le a horgot olyan gyorsan. Vízközti horgászatnál egyébként a kosár súlyának nem is feltétlenül az a szerepe, hogy milyen lassan érkezik le, mert a cél az, hogy már a becsobbanás pillanatában kijöjjön belőle a kaja. Sok esetben egyébként jobb is, ha nehéz és gyorsan a kosár lemegy, és ott már nincs útba. A súlyt inkább ott a meghorgászandó távolságnál veszük figyelembe, mert nem mindegy az, hogy mondjuk ha 40 méterre horgászok víz közt, mert olyanok a pálya adottságai, oda kell a súly. De hogyha mondjuk egy 10 méteres, 15 méteres horgászatról beszélünk, akkor nyilván 20 gramba megállunk. Szóval a vízközti horgászatnál súly inkább a meghorgászandó távolságot befolyásolja. Itt inkább a rácszerkezet fontos, és a kosárnak a kialakítása. Uh-huh. Hogy mennyire tud belőle könnyen kioldódni. Mindenkinek van valami, amiben hisz, mindenkinek megvan a bevált kosártípusa, ne menjünk bele márkákba. Persze, nem is teljesen felesleges. Meg hát ez már ezen a szinten nüanszokon múlik, gondolom, hogy igen. Kinek milyen taktika jön be jobban. Én ámulok, bámulok, tehát hogy én totálisan most már azon gondolkozok, hogy mikor kell ezt megpróbálni. Hosszú előkézni? Hát, mert nem hosszú előkézni, szúnyog. Vagy az OB-n indulni. Az még később kicsit. Én régóta figyelem már így a videóitokat, és sokszor láttam ezt a hosszú előkéspecát, illetve azért a Walter Tamásnál is sokszor előjött. Nekem valamiért kevésbé szimpatikus, mint a metod, mert a metod szerintem sokkal egyszerűbb szerelni is, bánni a szerelékkel, nem gubancolódik, bár nem tudom, a hosszú előkésnél van-e gubanc probléma, vagy szokott-e lenni. Mondjuk kezdőknél, mondjuk nálam. A hétköznapi horgászok nagyon nehezen tudnak azonosulni hosszú előkével, ugye én, amióta ezzel foglalkozom, mindig próbálom a saját filmjeimben, cikkeimben ezt népszerűsíteni, de valamiért az emberek idegenkednek tőle. Ez nem probléma, nem baj. Az tény és való, hogy a hosszú ölök és horgászat az nem feltétlenül pontyra van kitalálva. Na igen, ez a másik. Megérkeztünk a ponthoz. A magyar horgászoknak a 90-95% a pontyorientált, amivel nincsen semmi baj, leggyakrabban fellelhető, legjobb küzdőképességgel felvértezett hal, mindenhol megtalálható, mindenkinek megvan az a praktikája. Ezzel tudnak a horgászok azonosulni. Most ez a gubanc kérdés, én azt gondolom, hogy
ha valaki ezt igazán akarja, akkor pont egy napig tart meg, tudom, soha többet ne dobjon gubancot, és ha dobott egyet, akkor az pont fél perc alatt kibogózza. Úgyhogy nem hiszem, hogy a gubanc itt feltétlenül a fő probléma. Egyszerűen egy picit eszközigényesebb, egy picit olyan más, és ha belegondolunk abba, hogy a horgászok, ugye most képzelj egy horgászt a vízparton, miért megy le horgászni? Hát leüljön nyugodtan és pecázzon. És szerintem ez teljesen rendben van. Aki úgy érzi, hogy hosszú időkével akar foglalkozni, mint ahogy én is elkezdtem, az vágjon bele az interneten, most már rádióban is, bárhol talál olyan információt, hogy pikpak fölkészíti magát. Szóval már én is szerencsés helyzetben voltam, mert tulajdonképpen a YouTube-on és a Facebookon annyi információ volt, hogyha valaki ezt komolyan akarja csinálni, egyszerűen magába szívja pár hét alatt. Megveszi, most bárkit már ráírhatok a világ legjobb horgászaira, előbb-utóbb fog majd válaszolni, szóval ez egy akkora dolog, ezzel sajnos nagyon sokan nem tudnak élni. Egyébként nagyon sok méltatlanságot látok ezzel kapcsolatban az interneten, ami bennem van egy ilyen visszásság az internettel kapcsolatban, mert én mindig megadtam a tiszteletet azoknak a horgászoknak, akik már valamit letettek az asztalra, és a mai napig megadom nekik a tisztet, és nagyon sok esetben látok olyan vállalhatatlan kijelentéseket, stb. Nekem nem tetszik, én próbálok ezekben nem belefolyni, mert ugye mindenki maga dönti el, hogy hogyan kommunikál, de az, hogy tulajdonképpen van ma már egy olyan lehetőség, hogy én a legjobbaktól megtudhatok tulajdonképpen bármit, én szerintem ezzel tudni kéne élni. És hát a filmekben abszolút is. Így van, hát gyakorlatilag világbajnokoktól tanulhatunk a YouTube-on. Igen, és ezek az emberek köztünk vannak. Hogy ők hogyan horgásznak, nyilván nem a világbajnokság nyerő taktikáját fogják elmondani, de még adott esetben azt is. De ez nem elvárható. És nem is érdekes számunkra átlagos pecásoknak, mert aztán én nem tudok vele mit kezdeni, nyilván tök jó, hogy ők így nyertek, de ez olyan, mint hogy a Forma 1-et se tudom átültetni az utcán az autóvezetésben. Így van. Egyébként az csak annyi röviden a hallgatóknak, hogy ezt az adást akkor veszük fel, amikor éppen folyik Franciaországban a világbajnokság, úgyhogy nagyon van szurkolunk. A kötelező edzés. Igen, nagyon szurkolunk a magyar fiúknak, hogy megvédjék a világbajnoki címüket. Hosszú előkéről még azt szerettem volna kérdezni, hogy akkor ez gyakorlatilag egy keszeges peca. Tehát itt ne nagyon számítsunk arra, hogy így fogunk majd pontyot. De mi van akkor, ami az Álmosnak óriási problémája már régóta, hogy a nyáron felmelegedő vizekben, főleg a bányatavakon, a pontyok nem a mederfenéken vannak, hanem feljönnek napozni, úgymond, vagy hát legalábbis valami miatt vagy víz közt, vagy a víz felszínén tartózkodnak. Meg tudjuk fogni a pontyot is így ezzel a módszerrel adott esetben? Ezt a fajta hosszú előkés módszert én azért külön választanám attól, amiről idáig beszéltünk. Ez egy extrém stílus. Én ezt úgy szoktam titulálni, hogy itt 2-3, adott esetben 4 méteres előkékről beszélünk, ami már tényleg kell egy felkészültség, hogy azt kezelni, eldobni, de ezzel kapcsolatban is, és most talán nem nekem kéne mondani, nekem van saját filmem is, én 2-3-at is leforgattam ezzel kapcsolatban. Hozzáteszem egyébként, hogy nem egy nézett film, de talán pont azért, mert nagyon kevesen tudnak ezzel azonosítani, de aki megnézte, az biztos, hogy talált benne hasznos információt, ezzel kevesen próbálkoznak vele, de ez egy szélsőséges horgászat is. Szóval mégis úgy gondolom, hogy egy annyira hatékony módszer, hogy kevés ilyet tudok. Ugye az imént említettem ezt a fishing and huntingos forgatást, és pont Jánbor Attilával közösen forgattuk, és én mondtam neki az elején, hogy gyere Attila, gyere metodozzá, én meg vízközt fogok horgászni, és akkor nagyjából majd fogunk halat, és akkor kész. Akkor kimentünk, elkezdtük a forgatást, és még a stáb is meglepődött, hogy ennyi halat így, hogy hát úgy képzeld el, hogy bedobom a kosarat, és ideális esetben nem tud letenni a botot, kivette a kezemből, és ez a módszer, ez egy olyan módszer, ami tulajdonképpen bárhol, bármilyen bányatövi körülmények között tud működni. Nem kell hozzá más, csak megmérni a pontos vízmérséget, és annak megfelelően egy hosszú előkét megkötni, és a megfelelő technikával, a megfelelő etetőanyaggal megetetni a vizet. Én most jövő hónapban megyek egy 24 órás verseny, pont ezzel a technikával fogok elindulni, mert bányatavon lesz a verseny, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy 24 órás horgászat közben, most nyilván éjszaka ezt nem tudom művelni, de a nappali órákban ezzel fogok készülni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e a jellemzően metódos pecásokat majd legyőzni. Meglátjuk. Ez egy pontyos verseny lesz? Igen, a bányatavon általában pontyok vannak. Nagyon kevés olyan bányatavot ismerek, ahol nem a pontja főhal.
És a bányatavak még arról is híresek, hogy nagyon könnyű, idézőjelben nagyon könnyű csoportosítani a pontyokat, mert ugye vagy a part közelébe fogom őket közvetlenül, jellemzően szokták csinálni nagyon sokan, vagy pedig víz közt, ahogy én. De itt a víz közti orgászatot se 50 méterre képzeld el, ez konkrétan 15 méterre. Aha, szóval aha. Kell egy dobástávolság, hogy ez a hosszú előke ki tudjon terülni. Ha túl közelre dobod, akkor általában az összegabajodik, és ez a 2 méter az elég csúnya műsort tudod csinálni. De hihetetlenül fogós módszer, és én azt gondolom, és azt szoktam mondani, hogy ha valaki már unja a metódot, és valami új kihívást keres, akkor vagy akár a saját kis standard taván próbálkozom hosszú előkével, hogy új lendületet kapjon a saját horgászata, vagy pedig keresem fel egy bányatavat, és akkor egy ilyen 2 méteres előkével hihetetlen élmény. Szóval egy olyan sikerélményt ad az embernek, hogy azt mondja, hogy ez most izgalmas volt, ez jó volt. Nem az a, biztos veled is volt már, hogy kiment, és akkor, hogy kim voltál, de olyan, hát jó, megfogtam a 80. pontját, és akkor már menjünk haza. Igen. Mert nincs benne, nincs kihívás benne. Ezen, nem is olyan régen ezen gondolkodtam amúgy, igen, hogy elmennék féderezni, de hát megint ugyanaz fog történni, mint eddig, ugyanazt fogom csinálni, ugyanúgy. Most nekem egy ilyen agymenésem van, hogy a dobótechnikámat szeretném valahogy javítani, mert abban még nagyon sokat tudnék fejlődni. Igen, mert nincsen olyan óriási kihívás. Nyilván sokkal inkább az izgat, hogy ilyen vadvizem. Tehát akár a Dunán, akár a Tiszán, akár kisebb folyókon, holtágakon, ahol mondjuk Álmos is volt a Nagyfokin, ott megpróbálni a metodozást, mert azért az teljesen más, mint egy ilyen bányatavon, de tök mindegy, egy agyon telepített tavon. Azért az teljesen más. Ide kapcsolódik, ahogy elkezdtünk, a beszélgetésre elkezdtük, hogy kinek mit jelent a horgászat. Igen. Szóval van, akinek azt jelenti, hogy ne kelljen otthon lenni, van, akinek azt jelenti, hogy új kihívásokat keressen, és van, aki megelégszik azzal, hogy megfogja azt a 2 pontot, és akkor elmegyek haza. Ebben nem kell értelmet keresni. Így van, ez pont az egyik vendégünk, az Iván mondta, hogy sokféle horgász van, és mindenki mást keres benne, és azt tiszteletben is kell tartani, mindenkinek a saját célját kell megtalálni. Nekem nyilván az, hogy ne legyek otthon. Nem. Én imádom, tényleg. Amúgy én szeretem megfogni a nagy halat. Bennem ez bennem van, hogy szeretek rekordot dönteni, nagy halat fogni. Ezért szoktunk boilizni néha, de most már hiányzik a féder. Most már hiányzik az, hogy kicsit ilyen ütemesebben, nem csak az, hogy benn van 2 órát, és akkor majd lesz valami, tudod, hanem hogy valami történjen. Megnézem ezt a hosszú előkézést, majd még egy jó pár videódat megnézem, hogy megtanuljam, hogy kell egyáltalán kötni. Aztán meglátjuk. Nyilván itt is gondolom azért a finom szerelék fontos, tehát ilyen 18-as főzsinór, dobóelőke, nem tudom. Itt nincs dobóelőke, ugye? Most melyikről beszélünk? A hosszú előkéről gondolok. A bányatavi hosszú előkéről? Ja, igen, mondjuk. Ja, én arra vagyok kíváncsi. Jó, akkor arról. Nem, nincs, nem kell hozzá. Sőt, én azt gondolom, hogy dobóelőkét, én egyre inkább kezdem elhagyni. Nekem is volt, hogy tele volt minden botom dobóelőkével, és minél többet horgászra rájössz arra, hogy nem feltétlenül van rá szükség. Olykor-olykor azokat a szerelékeket újra kell kötni, és a jelenkorban egy 20-as zsinór annyi tud, mint régen egy 35-ös. Szóval... Én bevallom férfiasan, soha az életemben nem használtam még dobóelőkét, csak mindig látom a filmekben, most nyilván nem feltétlenül a tiéd, de mondjuk pont tegnap néztem egyet a Tigris Magyaróval, Pontyosztával, ahol, na mindegy, már nem emlékszem a címére, de majd ezt berakjuk a leírásba, ott fonott dobó előkét használt, tökleveles peca volt. A tökleveles. Igen, az a töklevél az, ami megkívánta. Ja. Igen. Ez a pósatavon volt egy 24 órás peca, na az egy olyan kihívás volt számomra egyébként pont, hogy tök vakon mentem le oda, ilyen fél információkkal is úgy voltam vele, hogy most nézzük meg, hogy tudok-e ott halat fogni, és azt el is mondtam film elején, hogy itt most az, hogy most vagy fogok, vagy nem fogok, és megbeszéltük ott a Dominikkal, akivel forgattuk, hogy ha egyet fogok, azt is fölvállaljuk, mert van ilyen. Persze. Szóval most persze. Lemész egy ilyen, majdnem, hogy vadvízi rengetegbe, és simán benne van, hogy nem fogsz egy halat se. Igen, vagy megtép, vagy bármi. Na, de most visszatérve erre a dobó előkére, tud rá szükség lenni? Hogyha mondjuk távolra horgászom, főleg versenyeken, 70-80 méter fölé nincs az is zsinór, ami azt a 5 percenkénti lendületes dobást kibírja. Sajnos, és én azért mondom, hogy sajnos, hogy Isten nehogy megkövezzenek, mert aztán leszedik róla meg a keresztvizetés, én nem értek egyet a fonott zsinórnak a tiltásával. Ez is nagyon megosztja a horgásztársadalmat, és főleg a vízkezelőket, a tógazdákat. Van, aki engedi, van, aki nem. Én megértem egyébként, hogy miért nem engedik meg sokan, de mégis azt gondolom, hogy eltelt X idő, mióta betiltották ezeket a zsinórokat, és a vizek zömén nem lehet már használni, és nem lettek szebbek a halak. Nem lettek szebbek, hanem, és azt gondolom, hogy aki eddig is tudott vigyázni a halakra, az ezután is fog, és ugye mondhatom a fordítottját is, aki nem, az pedig ezután se fog.
én nem mondom, hogy nincsenek szélsőséges esetek, hogy valóban elszakad, és akkor ugye mindig azt szokták mondani, hogy bevágja magát a fába, és akkor ha persze ezt megértem, mindig vannak szélsőséges esetek, de alapvetően én szerintem többet ártunk a víznek azzal, hogy mivel nincsenek fonott dobaelőkék, és rendre hallom a vízparton az elpattant zsinórokat dobás közben, azok a szerelékek mind a vízben végzik. Egyrészt ugye a víznek a szennyezettségét, másrészt ugyanolyan eséllyel a hal azt összeszedik, felveszi és vonszolja magába. Úgyhogy belemehetünk ebbe. Én azt gondolom, inkább a horgász kultúrán kéne fejleszteni, és azt gondolom, hogy itt, ha valamit nem tudnak szabályozni, akkor betiltják. Igen, ez jellemzően. Igen, és én azt gondolom, hogy alapvetően a kultúrán kéne változtatni, és ehhez nyilvánvalóan ez egy hosszú távú dolog, hogy a filmek, a publikációknak, akár ennek a rádió műsornak is, de bármit kiemelhetek, az lenne a cél, hogy a horgásznak, a horgászkultúrát azt növeljék, és akkor nem lesz szükség ilyen tiltásokra, hogy szokjunk már le ezekről a rozsdás horgókról, meg ez a hat szem... Igen, meg a szégyenfal a tavaknál, amikor minden ki vannak akasztott, igen. Tudod, a szerelékek, és olyan elképesztő dolgokat lehet látni, hogy nem is hiszed el, hogy kinek fordult meg a fejében egyáltalán. Én bízom benne, hogy egyszer megérkezünk ide. Ja, én is azt gondolom, ez nyilván tényleg, ahogy mondtad, ez egy hosszú távú folyamat, de te is, mi is, és még nagyon sok száz vagy ezer ember Magyarországon azon dolgozik, hogy ez ne pontosan így legyen, és nagyon jó példaképek vannak fiatalok számára, akiket említettél, hogy feltörekvő akár versenyhorgászok, vagy csak hobbipecások. Nagyon sok jó példa van most már előttük, és azért az a generáció már kezd kikopni remélhetőleg, aki még a rendszerváltás előtti horgászkultúrában nevelkedett. De ez egy hosszú folyamat, az biztos. Egyébként alapvetően én például a nagyapámmal láttam azt, hogy ők például sokkal nehezebben hisznek már abba, hogy egy 20-as monofil zsinórra meg tudsz fogni egy 15 kilós pontyot. Mert ő amikor volt 30-as monofilja, a 10 kilós eltépte neki. És ő, tehát neki hát is, neki nagyon sok rossz tapasztalata van. Én például szerencsés helyzetben vagyok, mert én már akkor kezdtem el pecázni, amikor ezek a cuccok már jók voltak, és nem kellett azon gondolkozni, hogy hú, most a bot az el fog törni. Igen. Tehát, egy és picit, nem fog, miért törne el? Tehát... Egy picit még visszacsatolva arra, amit Gergő mondott a fonott versus monofilról, hogy egy 30 vagy 35-ös monofillal ugyanúgy meg lehet tépni egy halat. Persze. Simán, mint egy fonottal. Szóval, hogy gyakorlatilag nincs igazából nagy különbség, mert olyan szinten lehet erőltetni, láttam már vízparton úgy a horgászom múlik. Halat, hogy így nem hittem el. Leginkább hallgatóknak címezném, hogy a Method Fader bottal, vagy félig csúszóra szerelt szerelékkel nem kell úgy bevágni, mint egy úszós készségnél, amikor 3 méter zsinór tekereg a víz felszínén. Nem olyan régen néztem egy Facebook videót, és ott láttam egy nagyon furcsa dolgot. Ugye Method Fadernél jellemzően önakasztós a szerelék, tehát gyakorlatilag csak meg kell emelned a botot, és egy akkora bevágást, hogy valószínűleg nem lett meg a hal. Tehát azt már nem mozogta ki, vagy nem nyúlta ki a monofil sem. Úgyhogy ez egy ilyen jó tanács, hogy nem kell 3 métert hátraugrani a bottal a kezedben, elég, ha csak egy picit megemeled, és aztán kifárasztod a halat. Egy kicsit most tovább szaladtunk, de én most direkt nem szóltam hozzá, mert én még szeretnék reflektálni az elben a húshorgász, meg zsinór, stb. Dologra. Nekem erről van egy konkrét álláspontom, és én nem szeretem, mikor alapvetően ezek az emberek meg vannak bélyegezve. Ilyen egy ilyen típusú ember vagyok, én ilyen befogadó vagyok, és beszélni kell mindenről, és nem kell elítélni, meggyűlölködni, nem is nektek szól ez, hanem hogy általában a jelenségnek, és én azt gondolom, hogy ezek a jellemzően idős emberek, ők így szocializálódtak. Igen. Nem volt internet, nem volt minta, nekik a fogás, az egy táplálék volt, az egy zsákmány volt, ők így nőttek föl, így élték le az életüket, nincs ezzel semmi probléma. Én azt gondolom, hogy én is, hogyha halat kívánok, kimegyek, megfogom, csak nem mindegy, hogy honnan és mekkorát viszek haza. Pontosan. Szóval szocializáció ide vagy oda, a kapitális halat, amikor vonszolom a Dunából föl, arra nincs magyarázat. Igen. Azt tudni kell mindenkinek, kortól, nemtől függetlenül, hogy annak a halnak a vízben a helye. Csűrhetjük, csavarhatjuk, és soha nem fogom megmásítani magamban. Az, hogy most valaki elviszi a kilós, két kilós pontjokat, lelke rajta, vigye haza. Persze. Hogyne, és ráadásul ugye a szabályozás is így szól, tehát, hogy nincs ezzel semmi baj. Nincs ezzel Isten semmi ments, hogy bárkit megbélyegezzünk azért, mert pontosan hazaviszi azt a halat, amit elkészít, ami a szabályok szerint hazavihető. Pontosan. Ezzel semmi baj nincsen. De sajnos ugye nem csak erről van szó. Igen, tudjuk, hogy vannak visszaélések, és sajnos mondjuk annak örülök, hogy az utóbbi években
ciki letorforgásznak lenni. Szóval most egyre már inkább, egyre kevesebbet hall erről az ember, és tényleg már fiatalok is inkább kiváltják az engedélyt, és ez egy tök jó dolog. Nyilván ebben benne van az országos lefedettségű halőrzési tevékenység, ami tök jó. Hibák mindig lesznek, szóval mindig lehet szívni a halőrt, én nem lennék halőr, szóval nem lennék halőr. De azt gondolom, hogy ciki lett manapság már ez a dolog, ciki lett a 29 centis pontot zsákba tenni. Na, valahogy úgy szépen lassan meg fogunk oda érkezni, igen, hogy kialakul egyfajta pozitív horgászkultúra, és az emberek megértik, hogy az egész értük van. Igen, persze, és, igen, és én még egyszer mondom, hogy ebben óriási szerepetek van szerintem. Tehát, hogy azoknak az közszereplőknek, a horgász társadalom közszereplőinek, akik megmutatják, hogy hogy érdemes ezt az egészet csinálni, mitől szép ez az egész hobbi vagy sport, attól függ. Ez így szépen lassan ki fogja forni magát. Amúgy pont most hallgattam egy podcastot idefelé, és abban volt egy jó példa, hogy egy foci edző mondta, hogy olyan a foci, mint a gulyásleves, hogy itt teszed bele a cuccokat, teszed bele, aztán egyszer majd kész lesz, és akkor majd jó lesz, mert beletettél már mindent. Tök jó hasonlat. És hogy ez is valahogy ilyesmi, hogy itt teszitek, meg tesszük bele a kultúrába a dolgokat, és aztán szépen lassan ez így majd kiforja magát. Egyébként örülök, hogy megérkeztünk ez az influencer kérdéshez. Ez egy nagyon érdekes dolog, egy napi jelenség, egy mai jelenség, és én egyáltalán nem szégyellem, hogy én is influencerként kezdtem. Influencerként azonosítottam önmagam, és valóban nagyon sok olyan fiatal srác, de nem kell már fiatal srác, idősebb ember is, aki influencerkedik, és alapvetően ezzel sincsen semmi probléma. Szóval van egyfajta ellenállás, és amikor találkoztunk itt kint a stúdió előtt is, ugye, amíg kávézás közben beszélgettünk, ugye egy pár szót erről az egészről, én kértem, hogy beszélgessünk egy kicsit erről, ez egy fontos dolog, hogy van egy közösségi média. Az emberek manapság közösségi médiákban vannak. Ez egy élettérré vált, itt találkoznak az emberek, most ebbe belemertünk, hogy jó vagy rossz, most ezt hagyjuk. Nyilván. Itt beszélnek, itt zajlanak az események. Van egy lehetőség ennek a közösségi médiának, és azt mondja, hogy emberek kezébe adok valamit, és ezek az emberek, ha erre alkalmasak, akkor megmutathatják a világ felé. Most mindenkinek a saját egyéni döntése, hogy ebben mit lát bele. Mert amíg én tisztában vagyok azzal, hogy egy influencer vagyok, és a retorikám, a kommunikációm úgy építem föl, hogy én ezzel tisztában vagyok, és nem állítom be önmagamat többnek, mindig lesz, aki azt fogja mondani, hogy többnek állítod be magad, de én úgy gondolom, hogy ezt lehet tisztességesen csinálni. Hogy igen, egy influencer vagyok, nekem az a dolgom, hogy bemutassa a dolgokat, és a te dolgod, hogy követsz engem, vagy nem. Ha nem tetszik, ne kövess, kész, most nem fogok minden a bocsánatot kérni, azért, mert nekem az a dolgom, hogy bemutassam azt, amit be kell. És ez az influencerkedés nem csak a horgászatban, ez jelen van mindenhol. Belemehetünk bármibe, a pingpongtól. Az élet minden területén van. Mindenhol vannak influencerek, és szükség van rájuk. A horgászatban is, hogy az utóbbi években ez megjelent. Most ebbe is belemehetünk, hogy ez jó vagy rossz. Én nem tartom feltétlenül rossznak, mindenki tanulja meg, hogy hol a helye. Én is influencerként kezdtem, és úgy döntöttem, hogy nekem ez nem elég, tovább akarok lépni, ki akarok lépni ebbe az influencerkedésből, és pontosan a versenyzés az, ami erre ad egy lehetőséget. Mert most az, hogy van XY influencer, és akkor elmegy, és akkor megfogja, és akkor látom azt, hogy benne van a szákba a ponty, és akkor ott a csali. Oké, lapozzunk. Én nem megyek oda, én nem mondom, hogy jó vagy rossz, én nem vagyok ez a típusú ember. Azt gondolom, hogy valaki többet szeretne, vagy nagyobb elismertséget szeretne magának kívül, akkor menjen el versenyezni. Igen, menjen meg el lehet mutatni. Helyi szinten, és vállalja föl ne csak a jót, hanem a rosszat is. Tudnék mondani, hogy nem fogok. Van ilyen. És nem csak amatőrben, akár profiban is előfordulhat ilyen. Mindenkinek lelke rajta. Én azt gondolom, hogy a hitelesség alapja, hogy pozitívot, negatívot egyaránt föl kell vállalni. Igen, bocsánat, pont ezt akartam mondani még az influencer szóra, hogy alapvetően az influencer szóval szerintem sincsen semmi probléma egyébként. Nincs, nem. Azzal van a probléma, hogy a mai világban már nagyon sok hiteltelen influencer van, nem a horgászatban, ott még nem nagyon láttam, lehet, hogy én vagyok kevéssé olvasott, de az élet más területein látok nagyon sok olyan fiatal vagy középkorú influencert, őket már talán inkább celebnek lehetne nevezni a mai világban, akik annyira hiteltelenek, hogy a hét első felében a fehérre mondják, hogy ez a tuti szín, a második felében meg a feketére, tehát gyakorlatilag a totál ellentétét reklámozzák napról napra. Mert rosszul kommunikálnak. Igen. Hiteltelenné válnak. Tehát innentől kezdve nem tudsz te elhinni neki semmit, mert
ha az, a valamiről és az ellenkezőjéről is azt mondod, hogy ez a legjobb a világon, akkor azt fogod mondani, hogy te csak a pénzért csinálsz. Az ember szembe tud menni önmagával. Velem is megesett már. Előfordul, de hogy folyamatosan az azért... Igen, értem, mire gondolsz, és azt gondolom, hogy ez is a kommunikáció múlik, mert nekem is van, hogy egyik nap a piros megy, a másik nap a fekete, de soha nem azt mondom, hogy jól, ez a jó, hanem igen. Ma erre volt szükség. Bár én azért erre is próbálok kínosan ügyelni, hogy azért ne, ha most követed az én Facebook oldalamat, én kínos ügyelek, hogy ne legyen ilyen tömény marketing. Szóval nem akarom minden nap ejtetni az emberekkel, hogy ezt vedd meg, ez a jó, hanem inkább egyfajta ilyen interaktív módon nyomon követhetik, hogy én mit csinálok. Például az, hogy ma itt vagyok. Ez ma le fog menni a Facebook oldalam, és nem azért, mert én egy ilyen magamutogató ember vagyok, hanem úgy érzem, hogy ez az én sztorimba benne van. És engem több mint 6000 ember követ, és úgy gondolom, hogy amikor délután fölmegy a Facebookra, akkor már Gergő most volt egy rád, és akkor ez neki egy jó dolog látni, de ugyanúgy föltettem, amikor elmentem nyaralni. Nem azért, mert nem vagyok magamutogató, hanem egyszerűen akik követnek, a visszajelzések alapján tetszik nekik az, hogy többet mutatok magamból, és nem mindig az, hogy most gyere, vedd meg a csalit. Mert szerintem, aki ezt csinálja, egy idő után annyira unalmassá válik, hogy... Igen, csak egy termék végül is. És a saját oldalát így nem tudja növelni, és hogy az ember ugye és látja... az ember mindig arra kíváncsi, tudod, a követők mindig egy picit akarnak még belőled kapni, még egy kis... Hát belőlem kapnak belőle. Hát nekem vannak néha olyan agymenéseim, hogy nekiállok ott moralizálni, akkor földobok egy kérdést. Én nagyon szeretek beszélgetni. Aha. Én nagyon szeretek beszélgetni az emberekkel, és én valóban odafigyelek rájuk. Szóval én nem csak úgy nyomok egy lájkot, én tényleg elolvasom, hogy mit írt, és megpróbálok abból hosszú távon következtetéseket levonni, akár saját magammal szemben. És hát nekem is volt olyan, hogy föltettem valamit, és akkor utána jöttem, hogy ez egy butaság volt, ezt nem kellett volna, és akkor magamba szálltam, és azt mondtam, hogy ez nem tetszik az embereknek, és akkor visszavettem, de ez is egy hosszú távú folyamat. Ugye erről is beszélgettünk, hogy nekem is van rossz napom. Rosszul reagálok valamire. Rengeteg olyan dolog van, amit az ember már visszacsinálna, de már nem tudja, és akkor... Igen, meg tévedhetetlen ember nincs. Így aki van. Azt gondolja magáról, hogy tévedhetetlen, ott gondolkodjon egy picit magán, mert az nagyon nagy baj. Elég, hogyha visszanézem egy pár régebbi filmet, úristen, olyan szívesen törölnék egy-kettőt, de nincs ezzel gond, mert ezt az utat végig kell járni, és az ember ezt hajlandó belátni, igen. Akkor nincs ezzel az égvilágon semmi és baj. Ez a szép szerintem, a kis Gabi volt itt nálunk vendég a harmadik adásban, egy olimpiai bajnok vízilabdázónk egyébként, és kérdeztük tőle, hogy mégis tök hülye kérdés, de mégis melyik érem a legfényesebb számára, és akkor mondta, hogy hát nyilván mindenki azt várja, hogy az olimpiai érem, meg hát persze azért az a legkülönlegesebb, de olyan jó volt hallani, hogy mondta, hogy de tudod, nem is az érem a vagy nem az, amikor azt megnyertük, hanem amikor eszembe jut az, hogy én milyen úton jutottam el odáig, hogy a végén megnyertem ezt az érmet, hogy az az érték számára, és szerintem ez tök jó, vagy így passzol ide, amit mondtál, hogy az a rengeteg videó, amiből már lehet, hogy most már ki is törölnél egy-kettőt, de hát az az út, az mind a tiéd, úgy jutottál idáig, és majd ezen túl is így fogsz eljutni a jövőben a céljaidig, ami szerintem tök jó így. Egyébként pont ide tartozik az is, hogy pont tegnap beszélgettem a Norbival, lányom udvarlójával, így erről az egész pályafutásosdiról, és hát előtt egy hatalmas fényes jövő áll, remélem. És pont említettem neki tegnap, hogy 5 vagy 6 évvel ezelőtt gondolkodtam el rajta, hogy hosszélőkével kéne versenyezni, vagy egyáltalán horgászni, és az idei évben már a klubcsapat OB utolsó fordulójába a világbajnokkal meccseltem, küzdöttem azért, hogy most kinyerje meg a szektort. Ő nyerte meg, ez teljesen egyértelmű, de az, hogy én küzdhettem már egy szektor győzelemért a világ egyik legjobb horgászával, Sivák Matyival, aki nagy tisztelője vagyok, és ez nekem egy olyan pont volt az életemben, amikor azt mondta, hogy hát ez érdemes volt az egészet végigcsinálni, és ez nem csak úgy jött. Ahhoz nekem milliószor, amit végig kellett élni ehhez, végigjárni ezeket a versenyeket, hihetetlen utat tettem meg, és ez semmi ahhoz képest, amit ezek az emberek megtettek, akik már 10-15 éve ezzel foglalkoznak. Mert mondom még egyszer, hogy én nem szeretném magam beállítani most valamiféle top versenyzőnek, de tudom már, hogy mibe kéne javulnom, és ez már egyfajta fejlődés. És van célod egyébként, tehát folytatod a versenyzést, és vannak még elérni vágyott szintek, célok, nem tudom? Konkrétan bajnoki babírokra nem várok, nem vágyom, most tudom, hogy hülyén hangzik. Nem. De nem, én továbbra is inkább a munkám részének tekintem a versenyzést, és mindig maximális odaadással csinálom, de nem hiszem, hogy
nem vagyok aggastyán, de én már 44 éves leszek, és már szerintem túl vagyok azon a koron, amikor az ember még olyan lendületesen tud fejlődni, hogy akár megérkezhet egy bajnoki címig. Én nem mondom, hogy lehetetlen, de nagyon kevés az esély. Inkább a tisztes helytállás is, és az, hogy amikor kimegyek a pályára, akkor úgy ismerjenek, hogy tudják, na itt a Gergő, és akkor szia, hogy vagy, igen, láttam a múltkor, jó. Nekem ez így bőven elég, és én nem akarok ennél többet. Nekem a tisztes helytársa sokkal fontosabb, mint az, hogy most egyszer legyenek kiugró eredményem. Nyilvánvalóan ki ne szeretne bajnok lenni. Én nem leszek szerintem. Értelek. Azért sok sikert nyilván. Köszönöm. A versenyzésben szerzett tapasztalatod, azt mennyire tudod átültetni a hobbipecás világba, vagy amikor elmész csak úgy tényleg kikapcsolódni? Nem forgatsz, nem versenyzel, nem tudom, van-e ilyen pecád egyáltalán? Van. Munkán kívül tényleg csak elmentek pecázni. Na jó, nincs. De hogy mondjuk sokkal jobb hobbipecás lesz egy versenyző? Érdekes egyébként, mert amit most kérdeztél, mert most ebben a pillanatban elgondolkodtam, hogy ilyen pecám nincs. Nincs már. Minden egyes pecám valamiféle felkészülés, vagy egy marketing tevékenység, vagy szóval az, hogy most kimegyek pecázni, hát talán ilyen vasárnap délután, vagy délelőtt, ebéd előtt így éppen nincs kedvem, és kiszaladok egy, akkor talán. A versenypecából inkább a termékfejlesztésbe tudok átültetni, mint sem a hétköznapi pecába. Szóval a hétköznapi horgászatban, ha most kimegyek, 10 percemből megvan az első hal, és akkor ez megy a végéig. Aha, aha. Szóval nem igazán szoktam ennek nagy jelentőséget tulajdonítani. Tét nélkül, versenytársak nélkül igazából nagyon könnyen és nagyon gyorsan lehet halat fogni, de ez felkészültnek kell lenni. És aki ennyit foglalkozik horgászattal, az nagyon ritkán megy, hogy na most kimegyek horgászni. Ez nyilván értitek ezt a dolgot, és nem kell ezt különösebben túlragozni. Én a versenytapasztalatom, amit leginkább a termékfejlesztésben használom fel, és ott van rá nagyobb szükség. A termékfejlesztés nem megy anélkül, hogy ne lásd azt, hogy a saját etetőanyagot csalid, hogy áll a többihez képest. És ezeket a pörköltevő versenyeken látjuk a legjobban, főleg a metódmixekről beszélünk, a csalikról. Látom azt, hogy szinte egy távon horgászunk, és ő fogja a halat, hát mi lehet a baj? Kihúzom, és akkor látom, hogy a kosárban benne van a kaja. Ú, ez nem jó, ezen valamit változtatni kell, és ehhez kell a versenyzés. Azt most elmegyek egyedül, és a tavon fogom a halat, abban nincs információ. Aha. Semmiképpen nincs információ, mert nincsenek vetélytársak. Most erről eszembe jutott egy dolog, hogy érdemesnek tartod azt, hogy hobbipecások elmenjenek ilyen pörköltevő versenyekre? Hát ha van bennük valamiféle kihívás, vágy, vagy akkor igen. A tanulás miatt kérdezem, tehát hogy meg tudsz ott te tanulni, el tudsz lesni dolgokat, amit persze. Utána majd, amikor a haverokkal elmész, hogy jó, meg tudod mutatni, na figyelj, haver, így kell pecázni, nem úgy, ahogy te. Nyilvánvalóan ez több verseny kell, és nagyon nem mindegy az, hogy kik versenyeznek mellette. Most erre tudnék konkrét példát mondani, számtalan szó megesett már velem, hogy hát főleg az utóbbi időkben, hogy mondjuk kimegyek Törökbányt egy versenyre, és akkor azt látom, hogy így megérkezek a helyre, és hát tudják, hogy ott általában jó szoktam szerepelni, ismerem a vizet, nincs ebbe több, és látom a fiatalabb vagy a tapasztalatlanabb szomszédom, hogy úgy nem is az, hogy rettek, csak úgy látszik, hogy ez most itt van mellettem, és akkor, hát pont nekem kellett, és akkor mindig így próbálom oldani a feszültséget, és akkor oda megyek, hogy figyelj, hát hidd el nekem, hogy még jobb is így neked, mert igazából, ha azt látod, hogy valaki sokkal jobb nálad, és elkezded figyelni, akkor az a te horgászatodnak is jót fog tenni. Hát én is így tudtam fejlődni, hát én is kimentem a legelső ilyen Moby Dick-es vagy Prairie-s verseny, és ott kezdtem el fejlődni, amikor láttam azt, hogy én sehol se vagyok. És azt most vagy elfogadod, és elkezded figyelni a másikat, vagy pedig ilyen szemellenzővel horgász, és azt mondod, hogy én megmaradok ezen a szinten. Rengeteg olyat tanultam Hoffman Ferit, Zsitnyán Tamástól, hogy nem voltam rest, és nem szégyeltem oda menni a meccs végén, kicsit ott körbeparuláztam, gyere, ígyunk egy kávét, de ez a módja. Szóval ez nem lehet berúgni az ajtót, hanem ezek az emberekkel összebarátkoztam, megadtam nekik a tiszteletet, és ők szépen lassan bevontak ebbe az egészbe, és mindig volt valami kis információ morzsa, ami hozzásegített ahhoz, hogy későbbiekben én jobb legyek. És megérkeztem oda, hogy ezekkel az emberekkel, akiktől valamit én tanultam, végül már ellenfélnek vagy vetétásnak tekintettek, és nagy csatákat vívtunk, és én imádom ezeket a csatákat. Ezek az emberekkel fair módon lehetett versenyezni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy gratuláljunk egymásnak. Ez a versenyzés része. Én, amikor egy versenyen vagyok, akár én nyerem a szektort, akár más. Ha más nyeri, oda megyek, az első között gratulálok neki. Én azt gondolom, hogy ez a fair play alapja. Hát én is ezt gondolom, de ez egyébként tök jól látszik a küzdősportokban. Most volt ugye az olimpia, és néztem itt birkózást, meg karatét, meg nem tudom, és annyira jó
látni azt, hogy a nagyon nagy ellenfelek meg küzdenek egymással testest ellen, és a végén oda mennek és lepocsiznak, mert hát ez csak egy sport, tehát hogy ez nem vérre megy. Igen, de azt gondolom, hogy ez szükség van erre ahhoz, hogy elfogadják az embert, és mondom, ez számomra nem egy ilyen felületes gesztus, én ezt fontosnak tartom, és ugyanakkor jól is esik. Hát hogyne, persze. De én megint csak a nagy horgászok, most voltak olyan eredményeim, hogy a világ legjobb horgászai a saját oldalon gratuláltak, és nekem az többet ért, mint hogyha megnyertem volna akármit. Igen. Szóval ezek a fajta elismerések viszik előrébb az embert, és azt mondják, hogy ezt érdemes csinálni, mert ők nem az eredményhez gratulálnak, hanem az, hogy látják, hogy ezt tisztességes módon érted el, nemes küzdelemben, most nem akarok, én egy romantikus bolond vagyok, egy ilyen idealista, de én hiszem, hogy jobbá lehet tenni a világot azzal, hogy beszéljünk a dolgokról, és igenis legyünk ferek egymással, aztán majd lesz, hát, ami lesz. Ha mindenki így gondolkodna, akkor ez egy sokkal szebb hely lenne. Ez én is ezt gondolom. Akár az jutott eszembe, hogy ha most ezt hallgatja egy fiatal kezdő horgász, és úgy érzi, hogy ő szeretné ezt a versenyhorgászatot csinálni, vannak-e olyan utak, ahol el lehet indulni abba az irányba, hogy ő egyszer majd országos bajnokká váljon, ne adj Isten világbajnokká. Tehát, hogy mi lehet az az út? Itt arra gondolok, ugye a futballban vannak akadémiák, a motorsportban vannak szintén ilyen istállók, meg nem tudom, szóval, hogy van-e ilyen Magyarországon, vagy az van, hogy elkezded magad, és akkor majd lesz valahogy. Ha a gyerekekről beszélünk, akkor a szülői segítség nekünk nem megy. Uh-huh. Szóval nyilván a gyerek önmaga mozogni sem ez, tud. Ez nem az a sportolva biciklivel el lehet menni. Igen, nyilván kell egy szülői támogatás. Nagyon komoly szülői támogatás kell, nem csak morálisan, hanem anyagilag is. Ugye a versenyekre való eljutás, stb. Ez egy hosszú folyamat. Ugye most, ha az a cél, hogy megérkezzen egy országos bajnokságra, akkor jóformán minden hétvégén az elején pörköltevőn kell legyen, ezt az utat végig kell járni. És ott teljesen önfinanszírozás van még jellemző? Természetesen. Nem. A szponzorok azok mindig az eredmény után érkeznek, amivel nincsen semmi baj. Így van. Egyébként hozzáteszem azt, hogy minket is rendszeresen megkeresnek, mármint a Dovit Fishinget, hogy ő tesztelne, meg ő versenyezne, és akkor hát nem tudok neki más mondani, mint hogy hát nyilvánvalóan a cégnek is szüksége van egy referenciára. Most bárki így becsönget, és na, szponzoráljatok. Elég sok teszthorgászatok lenne szerintem, hogy igen, így osztogatok. De egyébként most nálunk is előfordult az, hogy ugye valaki megkapta a bizalmat, és akkor egy idő után nem tudott vele élni. Szóval nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy hú, hát ez egy tündérmes, hát ingyen kapom a csalit, de hidd el nekem, hogy hamarabb megunod, mint gondolnád, mert hamar rájössz arra, hogy a második, harmadik csomag után már csak a munka van vele. Szóval amikor már elmúlt annak a varázsa, hogy kint a dobozt és az tele van, és akkor már valamit írni kéne. Írni kell, fényképezni kell, van, fogni kell, menni. Igen, és nagyon sokan több föladják, nem csinálják, azt mondják, hogy nem akarom tovább csinálni. Szóval nem feltétlenül olyan ez, mint amilyenek látszik. Ehhez kell egy elhivatottság. Ez is egy munka, ezt sokan elfelejtik. Igen. Mert a horgászat jellemzően az embereknek kikapcsolódást jelent. És olyan romantikus azt gondolni, hogy én a kikapcsolódásom a munkám lesz, de aztán az már nem a kikapcsolódásod, innentől kezdve vége a romantikának. Főleg, hogyha követik a munkádat. Igen. És azért elmész egy verseny, és azért követik, stb. Egy idő után, amikor nem produkálsz, akkor előbb-utóbb kibőkezik az ágba, hogy hú, hát ez mégse akkora. Szóval azért nagyon, nagyon figyelni kell, és itt a retorikában nagyon nagy a hangsúly, hogy azért önmagadat is úgy pozícionáld ebbe az egészbe, hogy azért tisztába kell tenni a dolgot, hogy hát nem vagyok én. Az, hogy most minden nap látsz, az nem azt jelenti, hogy én feltétlenül jónak álltam be magam. Ezt neked kell tudni leszűrni az eredményeim alapján, hogy te engem hova, melyik kaszba teszel persze, be. Persze, igen. Jó, tehát az a lényeg, hogyha valaki, mondjuk egyébként talán az a jobb példa, hogy a szülő gondolja azt, hogy a gyerekéből akar sporthorgászt csinálni, szóval akkor először menni kell versenyekre szépen, minél többet megnyerni, és aztán lehet tovább lépni. Igen, hát és ugye a gyereknek el kell tudni dönteni azt, hogy melyik szakákban szeretném, úszózik, féderezik. Ja, ezt akartam kérdezni, hogy minden módszerre van országos bajnokság? Az utánpótlás bajnokságban nincs, az utánpótlás bajnokságban úszós. Ugye U25 a teteje, és ott még úszó, ott még nincsen féder szakág, lesz, hamarosan lesz, ugye, mert most a 18 éves féderesek, ugye ők már a felnőtt féderbajnokságban indulnak, de az úszónál nem. Ott az, nem tudom pontosan, mert én amúgy nem követem így a korosztályos sportot,
akik most világbajnokok lettek, az U25 és az U20, ha jól tudom. U15 meg U20. U15, U20, bocsánat, igen, elnézést kérek, hogyha rosszul mondtam. Ugyan, de ugye ők is úszóznak, szóval ők nem féderesek. Most a gyereknek kell azt eldönteni, hogy féder vagy pedig úszószakákba szeretne országos bajnok lenni, vagy egyáltalán megérkezni oda. És hát ezt az utat végig kell járni. Most úszóval nehezebb versenyezni, mert a úszós verseny amatőr nagyon kevés van. Igen. Az amatőr versenyek jellemzően féder versenyek. Igen, igen, igen. Vagy olyat is láttam, igen, megnéztem, U20 és U15-ösök a világban. Köszönöm, köszönöm. Úgy, hogy, csak hogy pontosak legyünk. Szóval igen, hogy olyat láttam már, hogy mindegy a módszer. Tehát az ilyen pörköltevő módszer. Igen. Mindegy a módszer, nem számít a halfaj, fogjatok halat. Hát igen, és én még olyat is láttam, még a halat is haza lehetett vinni, úgyhogy elég komoly verseny tudták, volt. Tudták, hogy nincs benne sok biztos. Igen, igen, igen. Hozzáteszem, egyszer én is indultam egy ilyen. Ez már nagyon régen volt. Nem tudom, hogy kerültem oda. Le akarták halászni a tavat, és így gondolták, hogy még ezért fizetnek. Igen. De hát nyilvánvalóan egyre kevesebb. Egyébként hozzáteszem azt, hogy az amatőr versenyszervezésben is már nagyon nagy különbségek vannak. Ezt is akartam kérdezni, pont ez jutott eszembe, hogy ebben van fejlődés? Van, nagyon nagy fejlődés van, hála Istennek egyébként, mert az ember nagyon jól le tudja önmagát mérni, mert egyébként mezőnyök közt is tud választani. Szóval van olyan versenyszervezőnek, általában minden versenyszervezőnek megvan a maga mezőnye. Na most ez plusz-minusz 10 ember, aha, akik mondjuk cserélődnek, de jellemzően mindig ugyanaz a kaszt. És eldöntheted azt, hogy XY szervezőnek van egy mezőnye, ott méreteted meg magad, vagy egy másikban, és hogyha ezt a pár mezőnyt, most a Pest megyére gondolok, tudom azt, hogyha mondjuk egy keményebb versenyre akarok menni, akkor ehhez menjek, hogyha nyerni akarok, akkor meg elmegyek ahhoz, most ezt tudom, hogy hangzott, de persze, tényleg értem. Így van, és a horgászon magán múlik, hogy melyik mezőnyt választja. Szóval én ismerek olyan mezőnyt, ami jellemzően mindig 60-70-80 horgászból áll, és akár adott esetben metódbajnokokkal is összefuthat, vagy pedig ranglistás horgász, akiket már nem könnyű megverni. Aha. Kemény. Én egyébként most múlt héten pénteken voltam egy ilyen, mondjuk ez a pörköltösebb verseny volt. Versenyen voltál? Hát milyen volt a pörkölt? Pörköltem, már nem maradtam ott. Hát a lényeg, lemaradt a lényeg. Kimentem, a hatodik adásunk vendégei a Hajna Zsolt és Hajna Vivi. Tehát a Farkas Dorgászton volt egy ilyen, igazából egy emlékverseny volt. Az ottani hallő. Igen, követem őket. És én kimentem, és egyébként ez tényleg egy tök családias, baráti hangulat volt, de abból a szempontból, még nem tudom, hogy nyilván nem akarok nagy jelentőséget társítani annak, hogy én oda mentem, de szegény Zsolt ez meg nem tudott állni egy pillanatig se. Folyamatosan mérlegelte a halakat. Igen? Igen, és ott is tényleg ott minden volt. De te nem indultál, ugye? Nem, kellett volna. Amikor ott voltam, akkor már nagyon lett volna kedve. Te főztel a pörköltet. Én kimentem kellemetlenkedni egy kicsit, vagy nem tudom. Egyébként, de ha egy kicsit komolyra akarjuk fordítani szót, ez azért pörköltevő verseny, mert ugye egy pár évvel ezelőtt úgy voltak a versenyek általában, hogy volt egy kupa, azt lehetett megnyerni, meg ugye, hogy valamit kapjanak, volt egy pörkölt. Igen, igen, igen. Na most ez egy idők folyamán, hogy lehet, hogy azért, mert elkezdték ezeket pörköltevőnek így nevezni, és akkor valahogy elkopott ez a pörkölt, nincs már végén, ellenben nagyon jó tárgynyeremények vannak, botokat lehet megnyerni, ládács. Azt láttam is, hogy te jellemzően az ilyen nyereményeidet ki szoktad sorsolni, ugye? Jól láttam ezt a Facebook oldalon? Nem, nem. Nem. Nem szoktam ki, most már nem sorsolom ki, meg. Na ez úgy működik, hogy ugye, hogyha nyerek egy horgászbotot, ugye ezt tudni kell, hogy én a Döme Gáborral együtt dolgozom, és én a By Döme Teamfeeder botokat, orsókat használom. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy ne használhatnák más botot, nem vagyunk szekta, megengedhetem magamnak, de mégsem. Úgyhogy én azt szoktam csinálni, hogyha nyerek egy ilyen-olyan botot, akkor azt nem eladom, hanem fölajánlom egy fiatal pecásnak, de nem csinálok ilyen sorsolósdit, meg ilyen kövezs az oldalam. Igen, bocsánat, tényleg rosszul fogalmaztam, erre gondoltam, hogy így felajánlottad. Nincs kitétje a dolognak, igen, nem igen. Kérem, hogy megosszon, nem kérek, igen, hogy igen, semmi, igen. Hanem egyszerűen csak kiteszem a posztot, hogy ezt a botot szívesen adom egy fiatal srácnak, és erre a srácok általában jelentkeznek. Aha. És ez úgy működik, és most nagyon örülök, hogy rákérdeztem, mert ezt szerintem sokan nem tudják, hogy mi alapján. Most ez úgy működik, hogy én valóban végignézem azokat az úgymond jelentkezőket, megnézem a Facebook oldalt, mit tehetnék, hát valamilyen információt be kell gyűjtsek róla, és ha azt veszem észre, hogy,
hogy ez tényleg egy olyan srác, akinek látom a képein, a hozzászólásain, hogy ez tényleg szeret horgat. Szóval ez nem egy cukisági verseny. Aha, igen, sokan odaírják, hogy jaj, most az én kis gyerekem örülne neki, oké, nyilvánvalóan sokan örülnek neki. Szóval ez nem csinálok ebből cukisági versenyt, hanem megnézem, kinek adom oda. Mert ennek a botnak jó helyre kell kerülni, de adtam én már oda horgászládát is másnak, mert egyszerűen nem volt rá szükségem, és valahogy, hát, most csúnya szóval élve, méltatlannak érezném azt, hogy most ott árulgassam. Hát igen. Tudom most ez hogy hangzik, de úgy vagyok vele. Nem, teljesen megértelek. Ha megengedhetem magamnak, hogy ezzel egy fiatal pecásnak örömet szerezzek, és neki az a bot az a világ. Szóval neki ez egy olyan élmény, hogy ő most tök mindegy, hogy tőlem vagy mástól, igen. Ő kapott egy botot. Az lehet, hogy az a bot egy olyan úton indítja őt el, hogy amit te mondtál, lehet, hogy egyszer bajnok lesz belőle, és azt fogja mondani, hogy hát maga hogy lett bajnok? Hát egyszer kaptam egy botot. Na most ide tartozik, hogy és most ennek aztán meg még jobban örülök, hogy tudod, hogy kezdtem ilyen horgászni? Nem, mesélj. Nagyon pici gyerek voltam, és egy hétvégén otthon voltak, egy társas házban laktunk, és az apukám beszélgetett a barátjával. Hát és én az agyukra mentem. Apu így, apu úgy. És nem tudtak már mit kitalálni, és a Lacinak hívták. Volt valami horgászbot a sarokba, és a kezembe adták, itt a horgászbot, azt mennyi csapkod vele. És valahogy ugye a kezembe került ez a horgászbot, egy nád bot volt, nagyon jól emlékszem rá, és úgy elkezdtem, és itt kinn a fűvön játszottam, hogy horgász. Ez volt az első, és akkor este már persze, apu, holnap megyünk horgászni? Úgyhogy duplán megbánták ezt. De ez volt az én első olyan horgászatok kapcsolatban, amikor bot került a kezembe, és ez volt, ha visszatekintek, akkor ez volt az a pont, amikor eldőlt, hogy én horgászattal fogok mennyire durva, nem így visszagondolni. Ilyen apróságon, igen. Hogy ha éppen akkor én biciklizek, akkor... Kalapácsot adnak a kezedbe, most lehet, hogy kovács lenni. Így van. De ez tényleg ezen múlott. Aha, tök jó. De ez egy jó sztori. Az Iván is ezt mesélte, hogy neki is van egy botja, amit 30 évvel ezelőtt az édesapja rendelt, és akkor indult a Walter Tamásnak a Walter Landja, és onnan rendelte interneten, és maga Walter Tamás vitte ki, és mondta, hogy ez a bot, ez ki van rakva mindenhol, és tehát, hogy ő neki ez egy... Sőt, tehát mondta, hogy szeretné egyszer majd aláíratni a Tamással, mert hogy ez neki a gyerekje, hogy ezt maga Tamás vitte ki. Hát akkor nyilván ő egy kis vállalkozó volt. Hát igen, akkor még nyilván ő tekerte a kormány. Versenyhorgász, és így indulnak a dolgok. Hát, szerintem ez szép dolog. És egy gyereknek konkrétan élete szóló élményt ad. De nem csak az egyébként, hát én két évvel ezelőtt nyertem egy horgászládát, amin a Csillag Lászlónak van az aláírása. Ugye már aláírtan nyertem meg ezt a ládát, és én nekem van egy ilyen fétisem, hogy tök dzsú az egész láda, de a Laci aláírása az ott mindig körbe van takarítva. Én nagyon tisztem a Laci téket, egy tüneménynek tartom egy papíron, és gyakorlatban is a világ legjobb horgász, ugye tudjuk, hogy a világranglista első helyezettje volt tavaly. Ha jól tudom, most regélem, nem mondok túl nagy butaságot, de így van. Így van, ez kín volt a Walterék oldalán is. És a Laci egy olyan megnyugtató, egy tündéri jelenség, hogy én imádom. Szóval a vízparton is mindig, amikor valami nem megy, például Szegeden is a Walter kupán, hogy valamit nem jött össze, és annyira meg tudja nyugtatni az embert, a személyisége az a közvetlenség, és ha én még egyszer születnék, akkor olyan szeretnék lenni, mint ő. Ez szép. A Walter kupa is hosszú előkés, Matyér? Igen, hát a Walter Tomiék nem rendeznek metódos versenyeket, ők csak és kizárólag úszós és vagy féder versenyeket rendeznek, ami hosszú előkés, és mindig a nemzetközi versenyszabályzatnak megfelelően. Tehát ezek szerint a VB is hosszú előkés. Igen. És ezek szerint a nagyobb presztízzel rendelkező verseny a hosszú előkés. Bocsánat, hogy szabadba vágtam, az idei évtől már metód világbajnokság is lesz, ami most fog, azt hiszem, jövő hónapban lesz a maconkai víztározon. Ó. Magyarország rendezi az első féder világbajnokságot, ami hatalmas megtiszteltetés. Szuper. Na, arról majd biztosan fogunk egy kicsit metódféder világbajnokságot beszélgetni. Igen, voltam ma a Maconkán egyébként. Mikor voltál te Maconkán? Hát jöttem azon a Gyusnyomról, és rólad sok minden. Ott az úton, ott tök jó motoros utak vannak, és akkor mindig ott Maconkán. Hát Maconkán egyébként mindig úgy néz ki, bármikor arra meg mit alatt verseny lenne. A gát alatt autók, fent emberek ülnek, de ernyő alatt minden volt benne, zseniális az a hely. Tehát ott nem lehet úgy elmenni, hogy ne legyen tele a gát. Én úgy tudom egyébként, hogy azon keves víz egyike, ahol a Magyarországon talált összes halfaj megtalálható a víztározóban. Remélem, hogy jól tudom. Ott konkrétan minden van. Tehát, hogy a Fishing Dábból tudjuk, hogy ott tényleg,
tehát na, akár nagy compó, de igen, tényleg minden, tehát a koi pontyoktól kezdve az összes, majdnem az összes féle tok, vagy ami őshonos itthon az... Igen, az őshonos alakról beszélek. Igen, 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 mert még fejét annyit hallottam már a maconkáról, annyi ismerősöm volt már ott, annyi filmet, YouTube videót láttam róla, az életemben nem voltam még én ott. Én sem. De sem? Ez de a bakancslistás hely. Hogy egyszer el kéne oda mennünk. De egyébként álmos, nincsen messze, mert az egy óra alatt tudom, mellettem el mentem el kocsival. Mondjuk eddig jutottam én is. Igen, de hogy ott lehet féderezni, lehet bojlizni, ott lehet sátrazni, amit majd ugye egyszer kipróbálunk. Majd féderezünk inkább. Sok mindent lehet ott csinálni, ez nincs messze, és valahogy még soha nem tudtam oda eljutni, nem tudom miért. Ja, és hát ugye a magyarországi egyik legkiemeltebb verseny tó. Egyébként. Hát nem véletlenül viszik oda metódot, de világbajnokságot. Ugye igen, volt már ott országos metódbajnokság, ott volt a legelső megrendezve, uh-huh, és most, múlt héten a Féder országos bajnokság döntőjét. Bocsánat, Method Féder. Elnézést, csak itt egy kicsit már összevegett. A mikrofon mögött az olyan más visszaemlékezni erre, igen, mint otthon. Meg de van ott pergető bajnokság, igen, is, maconkán. Úgyhogy gyakorlatilag tényleg egy ilyen univerzális tó, tele van valószínűleg hallal, tehát hogy... Hát ez egy tórendszer, ez egy jó, van egy nagy víztározó, és vannak ehhez kapcsolódó kisebb tavak, aha, ugye más funkcionitással. Van ott most már, ugye tudjuk, van egy például a versenytóról, most a metódóbé döntőt megrendezték, uh-huh, én nem is tudtam erről, mert nyilvánvalóan nem tájékozódom ezzel a helyjel kapcsolatban. Igen, igen. Én is csak úgy képzeltem, hogy van az a nagy víztározó, aztán kész. És sokan így vannak vele az országban. Hát igen. De több része van, igen, tehát hogy megvannak. Ez egy komplex azok, hely. Még a média a kupának is adott helyszínt. Pontosan, régen, pontosan. Sőt, nem is olyan régen. Vagy nem is olyan régen, igen. Úgyhogy jó az a maconka. Majd a hallgatóknak mondom, hogy akinek van élménye onnan, ő nyugodtan tolja ott a Facebook csoportunkba. Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen hely pontosan. Biztos sok alatt lehet fogni. Mint mindenhol. Igen. Jó, hát lassan a műsor idejének a végéhez érünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogattál hozzánk, Gergő. Rengeteg érdekes információt tudtunk meg a versenyhorgászatról is, meg a féderhorgászatról is. Újabb és újabb féder módszereket tanulunk itt a műsor folyamán, és a hallgatók is. Köszönjük szépen, neked nagyon sok sikert kívánunk egyrészt a versenysportban is, másrészt pedig az életed többi területén, főleg a horgászatban, a YouTube-on, a Dovittal kapcsolatban. Úgyhogy hajrá! A hallgatóknak pedig köszönjük, hogy meghallgatták ezt az adást, reméljük, hogy tetszett, ha így van, akkor értékeljenek minket a podcast platformokon, írjatok nekünk az e-mail címünkre, a Facebook csatornánkon, vagy bárhol máshol, ahol megtaláltok minket, és hajrá, mindenki menjen, próbálja ki a hosszú elők és féderezést, aztán meséljétek el, hogy hogy ment, és menjetek sokat horgászni, még mindig nyár van. Sziasztok! 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 Ez volt a Parti Arcok Podcast Pásztor Viktorral és Sörös Álmossal. További tartalmakért és epizódokért csatlakozz a zárt Facebook csoportunkhoz, keresd minket Spotify-on, az Apple és Google Podcast appokban, SoundCloud-on és a Fisindán. 2 hét múlva újabb epizóddal jelentkezünk.